hölgyeim és uraim! Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. Jó reggelt, hello, szevasztok, 6 óra múlt. Pontosan 10 percet. Sziasztok! Na, milyen jó kis hétfő ez. Mi, de hol a főnök? Hát a majd idér valamikor, én azt gondolom, hogy be kéne raknunk valami nagyon gyors zenét, nagyon gyorsan ideérjen, és hogy nyomja a gázt emiatt. De azért beszélgethetünk előtte egy kicsit. Nem, azt kéne, hogy a metát most gyorsan legyen. Igen, én is azt mondom. És akkor arra ő is gyorsabban érjen. A büdös francba itt van. Megvan. Na, hello, mi volt veletek a hétvég? Szia! Na, ilyen rövid ez a zene, gyerek. Jaj. Itt voltam a kocsival, amikor szólt. Mi mennyi? Aha, 2:52. Azért mondom, mert ilyen 3-3 félre vagyok belőve. És mondom, akkor pont ide érek. Mert kocsiba még szólt a zene, mondom, hogy már beszéltek, hát az nem lehet. Olyan sokszor ment már, hogy most ha lecsipegetnek belőle, mindig ilyen 10-15 másodperceket, hogy újabbnak tűnjön. Mit csinálsz abban az egy percben? A 2:50 és a 3:50. Még megnézem az e-mailjeimet, átnézem az internetet, üldögélek, ébredezem. Behúzod a kéziféket. És ugye 3 perc, nagy fejben van 3 perc, akkor kiszállok, és tudom, hogy még egy 1/2 perc, igen, 40 másodperc még van. Míg beérek, plusz az opener. De 2:52-es zenénk alig van. Hallod? De most komolyan. Te egy svájci óra vagy, ehhez képest a rendszer meg? Most. Ja, jó, tényleg. Most jó, most tereó. Na mindegy, jó reggelt kívánom mindenkinek. Sziasztok! Ráadásul egyébként felháborító módon csak egy reklámunk volt, ami szintén vérlázító, gyerekek, vagy másfél, vagy kettő összesen, mert hogy 6 óra 6-kor már indult a zene. Hát milyen világ ez? Hát nem reklám. Bocsásodom a srácokért. Hát ahol nincs reklám. Mi ez a nagyon nagy csomag itt az asztalom? Kaptuk ajándékba, és általában ami ekkora csomag, és már sok minden belefér, azt te szoktad kibontani adásban, hogy ne a mi kezünket vigye le, hogyha... Ettől félek mindig én is, hogy egyszerűen ilyen ajándéknál le fog robbanni a fél arca. Szép hivatalos, nem lehet. Nyomogattátok? Igen, egy picit ütögetek. Én ugráltam is rajta. Egy ideig ketyeget, aztán a Feri nagyon oda csapta, és akkor elállt a ketyegét. Na, mi lehet az? Jaj, de helyes! Jaj, de jó! Papa! Ó, gyerekek, borítékon belül boríték. Oha, nem stok jó. Na most te jössz. Meg is személyre szóló. Na, azt mondja, hogy... Külön van benne egy boríték? Külön van benne egy nagy boríték, ott kívül, és azon belül van kis boríték. Gyerekek, úgy szeretek ajándékot kapni. Gyerekkori élményeim itt mutatja eszembe, amikor... Az adventi naptárból minden nap kinyitottál egyet, ugye? És igen, akkor... én egy nap alatt bontottam ki az összeset, ha kaptam, és igen. Mindent megzabáltam belőle, aztán pedig hetekig semmi. Na, cégnevet nem mondunk, azt mondja, hogy... Mi ez? Autóra való. Autóra rakható, aha. Matrica. Autóra rakható ilyen kis matrica. Nem karcol. 150 km per óra sebesség, soha nem menjünk annyival. Biztos nem esik le, tehát ezt nem tudom tesztelni. Nem árt neki az eső, hónapsütés, hideg vagy a meleg. Nem fogják lelopni. Nagyon kedves. És akkor milyen matrica van? Aha. Morning sós? Hát remélem jól néz ki, mert amit nem fognak lelopni, az nem nézhet ki jól. Aha. Azért azt megnézném, amikor ezt például fölragasztom. Én? Azért az én akarom fölragasztani. Balázs onboard. Feri onboard, Balázs onboard. Miért, ez jó. És neked is van, Jani? Figyelj, akkor tegyük már meg, hogy amikor legközelebb vagy a Feri, vagy te víztek le valahova, akkor kirakjátok az enyémet. Hát jó. Jó? Jó. Csak legyen nálam. Jó, van Klassz FM-es morning show. Miért ez? Figyelj, mert nektek ez nem. Tehát, hogy csak hogyha titeket szállítanak, akkor kell fölrakni. De hát ez nagyon ritkán fordul. Viszont rám való tekintettel ezt azért föl lehet tenni. Igen, ez menő. Hát egyébként ez nagyon tényleg menő. Jó, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Jaj, de kis Jánosnak, aki ezt küldte nekünk, ezek különböző ilyen kis matricák, amiket az autóra fel lehet tenni, úgyhogy egy bizonyos ideig nem esik le, de nem karcol, nem hagy nyomot, nagyon-nagyon drágák. Nagyon és van belőle kivágható is gyerekeknek. Pillangó, virágocska, és Katica bogárka. És még azt is megírták, kivághatom, Mágnes Matizsák, olyan kedvenc rádiósainknak, de drágák vagy. Te jó fejek. Tulajdonképpen ez egy ilyen köszönő csomag, hogy vagyunk neki. Igen, 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 igen. És igen, egyébként az meg tök jó, hogy jégben is lehet használni, mert azt nem tudom, olvastátok-e a szaksajtóban, hogy szerdától fagy és hódara várható. Tényleg, tök jó. Jó hír a hammereseknek. Végre balcsi. Így van, nem fog lejönni a balcsiban sem. Jaj, gyerekek. Mi igaz ebből a brutális hidegből, ami jön? Hát, mert én ma már hosszú újba jöttem, aztán még tök jó idő van. Tehát, hogy semmi.
Szerdától havazás. Már szakad rólam a víz. Jani már most gondolkodik, hogy a téli gumit föl. Havazás. Igen, bringál be egy pár centi. Nem gondolom, hogy a kékes az szintén mindegy. Hajnalban. De hát az havazás. Hát így egyébként nyomasztónak nyomasztó. Hideg igen. Lesz, fagyok lesznek már hajnalban, és szerdától havazás várható. Ez ugyan, de havazás. Ez minket ugye a jövő hét elejéig érint. Jaj, gyerekek, igen. Jövő héten szerdán mi indulunk Afrikában. Van már jegyed? Jegyem a szerdán jön neki szerdán jön, te pedig szombaton jössz Afrikában. És ugye hát onnan szól a Morning Show, most már egészen nyugodtan bármikor mindenféle titok nélkül beszélhetünk róla, hiszen múlt héten volt a sajtótájékoztató, csak aztán ugye pénteken kitelepültünk, nem tudtunk róla beszélni. De hát azért én félig meddig lelkibeteg vagyok. Szóval örülök is, meg nem is, viszek is ajándékot, meg nem is, sír is a szemem, meg nem is. Nyilván nagyon sok kaland lesz, meg nagyon jó lesz, de este, mikor a gyerek, ugye elkezdtem én készíteni, hogy ne ére váratlanul, és mikor oda, tegnap oda bújt, és azt mondom, hogy már most hiányzol. Mondom, nem lesz hosszú, tudom. Aha, csak megyek, jövök. Az a lényeg, a gyerek nem érezheti rajtad, hogy te bizonytalan nem. Vagy, mert ha ő is érzi, akkor elbizonytalan, hogy apuci már hiányzol. Mondom, jó, még hány esténk van, amit együtt töltünk, kérdezi. Mondom, még sokkal több, mint amennyit mondom, meg tudnál számolni. Jó, és akkor csak néhány este is jössz, szóval, és mondom, úristen. Ne, de mit mondasz? Néhány? Nem, én készítjük, tehát most elindult egy ilyen, mondjuk neki, felkészítjük. Hát azért figyelj, 50 vagy 60 este, amit én nem vagyok. Nem, 50 valamennyi. Ugye neked 2 hét. Nálad a gyerek nagyobb, azért neked ebből a szempontból szerintem könnyebb. Neked a 2 hetet is nehéz elmondani. Már én is elkezdtem mondani. A 2 hetet is nehéz, basszus. Tegnap pont állatkertben voltunk, délután kimentünk oda, és akkor jó idő volt, elefánt meg ilyenek, és mondtam, hogy hát apa, ahova megy, majd ott lesznek szabadon ilyenek, mondtam kicsit remegő hanggal, mert nyilván van egy veszély is benne, és akkor mondták, hogy ez nagyon jó, de hogy akkor, hogy te ott leszel kint velük. Hát mondom, igen, kimegyek egy rövid időre a srácokkal, persze. De főzöl előre, nem? Hát azt tudják, hogy nálunk mindig van valami ennivaló. A mélyhűtőben megy egy-két adag, igen. És akkor mit mondasz rá, hogy igen, én ott leszek, de akkor nem leszel velünk? Hát mondom, egyszerre a kettő nehéz. Figyelj, nekem több projektem van most a Vikivel, amit le kell futtatni. Egyrészt sűn kell szerezni, tehát nincs olyan opció, hogy nincsen sűn, mire mi kimegyünk. A sűn lesz most az új kis barátja. Ha van sűn, akkor egy kicsit jobban állunk. Úgyhogy jövét kedden vagy szerdán meg akarom hívni ide a Godzolit. Egyrészt mondjon még 1-2 hasznos dolgot. 2 hozzon sűnt, agámát, gekkót. Mutassa meg, tudjatok választani. Bármit, mert ha én úgy szállok fel jövét szerdán a repülőre, hogy van süni, akkor nyugodtan hagyom itt. Kell egy apupotlék. Igen, kell. Van valami, kell. Most mondtam, díleltünk, és mondta, hogy sűnt szeretne. Úgyhogy sűn lesz. Mi ez? Írtam fel, amikor, szia, jó reggelt, amikor beszéltetek a múltkor a süniről. Persze, nekem tudom, nagyon sokan jelentkeztek. Igen. Nagyon korrekt sűnöseim vannak, tehát nekem szólján. Is jelent... Vannak vagy 40-en, akik a már megunt sűnyüket rá akarják sózni a Sebestyén családra. Igen. De Bodzoli is bejelentkezett, hogy ő ezeket tenyészti. Konkrétan. A legjobb helyről akar venni. Jó, a bot tenyészet. A legjobb alom. A bot tenyészet. Ez a bot alomból van. Igen. Mondjuk, ezzel nem tudok versenyezni, igazatok. Habot. Úgyhogy, hát Anna, 6-8 hétre elhúzunk. Bizony. Tudod, hogy fogtok hiányozni? Semmennyire. De fogtok hiányozni, itt lesz a kegyedül reggel. Hát egyébként tényleg. Hát milyen Zsülci lesz az sincs. Se szerkesztő nincs bent, se tegnik. De itt fogsz ülni egy kísértett kastélyba. Ilyen, hogy hívják, ilyen kicsit ilyen szürkélő, penészedő, fehér csipkeruhába fogsz majd bolyongani az üres folyosókon, dúdolva, kócos hajja. Jani. A mi fényképünket, a sárgult fényképünket viszed majd magaddal. Néha egy-egy sikoly hallatszik a folyosóról. Igen, úgy iszolt kávét mindig, hogy ott lesz mellett egy másik csésze. Igen, üresen. Kiteszed. Az utolsó kávés csészédet fogom őrizni, mert utoljára iszol a beleszállós kávézőn. Mosatlanul, úgy. Hát, hiányozni fogtok. Komolyan, azért az nagyon hosszú lesz. Hosszú. Szóval. Hát és ráadásul képzeld, hogy Ferinek milyen rossz. Ugye szombaton mi elmegyünk már étkezni, mire kijön, már le lesz lakva egész Afrika. Érted? Hát mi ott az alatt, az 1 hét alatt azért csinálunk majd ezt. Lelőjünk egy zsiráfokat, megöljük a rinocéroszokat, és az összes majommal párosodunk már. Már lesz egy új családunk. A gyerekek. Úgyhogy igen, közeledik. Hát én most már így nagyon listát írok, hogy mit kell vinnem, számolok. Most próbálok utána járni, hogy hány kilót lehet vinni, annyit, mint a fapadon, vagy nem annyit, mint a fapadon. 20-at, 30-at, 40-et. Így van. Néha légitársaságtól függ, van a 20-on, a 30-on. Oda megyek ki 40 kilóval, akkor azért egyik kézipodgyászba átpakolni, visszapakolni, kellemetlen lenne. És mivel 3 légitársasággal megyünk, ezért lesz nagyon komoly. Igen, nagyon klasszat repülünk egyébként. Jó.
Már kiküldtél előre egy raklap zappelyhet. Egyébként viszek? Egy kilós biztos, hogy csak kiviszek. Csak mondom, hát hogy nekem. Kell. Tehát, hogy nekem már úgymond ez előre be is van készítve, tehát, hogy már én elhatároztam, hogy ugye mi ott reggel nagyon korán fogunk kelni. Igen. És akkor azért ott a szállodában elég nehéz lesz majd reggelihez hozzájutni, úgyhogy készüljünk fel rá, hogy Feri is majd megszereti a zabot. Nem szereti, megölni valami kénytelen, állatot. Igen, kénytelen, ez befogja az órát, és majd belediktálunk reggelenként egy kis zabot, hogy legyen. Habár neki mondjuk egy picit nagyobb szerencséje van, mint nekünk, mert a műsor után ő azért elmehet majd reggelizgetni. Mi meg majd beülünk az autóba. Már utána jártam én is. Botával, a sofőrünkkel. Lesz ott kaland. Hát tudunk reggelizni, hát ugye a szállodában lesz a stúdió. Aha. Most azért a megszólalások között, még 7 óra 50-től 4-9-ig, majd figyeld Bari, amikor bemegy reggelizni. Kíváncsi leszek. Állított zsiráfnyak, meg ilyenek lesznek, az mindig van. Amikor lerabolod az egy nappal korábbi estéről maradt maradékokat. Ilyen ürühúst, meg nem tudom miket esznek. Figyelj, viszont pizsibe még nem vezettünk műsort, és itt pedig erre is lesz lehetőség. Balázs majd jön a hímzett, hogyha monogramos sejem. Én mesztelenül alszom, úgyhogy ma, ha mindenki abban, ami olyan alszik. Akkor én mesztelenül jövök egyébként, az nagy kaland lesz. Én azért, hogy időspóroljak, én ugye abban a ruhában fogok aludni, amiben műsort vezetünk majd. Igen. De végig? Hát mondom, hogy mi egy Budapest, München, Johannesburg, Nelspruit, egy 22 órás repülőútra vagy a vendégem. Nem mondott komolyan. Ezután jó lesz pedig az. Egy Budapest, Kairó, Johannesburg, mert a terepjegyedet láttam, Johannesburg, Nelspruit. Mi legalább irányba indulunk. Ti legalább irányba indultok, mi még egy kicsit felhajózunk Münchenbe. Nem de is értem figyelj. Egyébként, hogy felfele menjünk, vagy lefele, ti Kairó felementek, tehát ti már lefele mentek. Legalább ott ültök át a South Africa-re, és onnan mentek tovább. Hát figyelj, ti vasárnapra vagytok kint. Sydneyből menne a dolog, akkor még rosszabb helyzetben lennétek. Tehát nézzük a jó oldalát. Ez akkor, is igaz. Akkor mondjuk egy 30-at skát repülnétek. Ez valahogy nézz oda. Ja. Ott kell nézni. Ezt tőled tanultam. Na mit szólsz? Egyébként múltkor, amikor ezt tőle. Egyébként így lehetne Melbourneből is, és akkor... Persze. Na. Ilyen tök jó. Hát nem, vagy Perthből, és akkor 30 óra. Az angol ITV egyébként Ausztráliában nyomja, a celeb vagyok most innen. Igen. Nagyobb ugye esetleg kicsi. Talán nem biztos, hogy mindenki tudja, ne kezeljük ezt kézténként. Ugye mi megyünk forgatni Jánossal egy műsort, ami már volt egyszer a kereskedelmi csatorna képernyőjén. Ez amikor sok-sok híresség beveti magát a dzsungelbe, aztán ez pár napon belül nagyon megbánja. Mármint abban az értelme, hogy nagyon éhes, és nagyon szeret enni valamit. Megyünk ezt a műsort forgatni, de hát a mi drága hallgatóinkat nem hagyjuk műsor nélkül. És hosszú-hosszú szervezéssel, készülődéssel, technikai egyeztetéssel úgy néz ki, hogy lesz kintről Morning Show. Hárman, két hétig. Aztán Feri hazajön itt kicsit rendbe tenni a gyerekeinket, a feleségeinket, és megsimogatni minden rokonunkat, hogy jól van-e nélkülünk, és aztán pedig Feri itt, mi pedig ugye kint rádiózunk tovább hát a műsor mellett. Így van. 6 héten keresztül. Úgyhogy hétfőtől péntekig rádió, hétfőtől vasárnapig tévéműsor. Aha. Az a sok pihenés, érted? Az sok látni való, és végig mentek. Új, de jó lesz. Igen. Nagy kirándulások. Zsiráfok nagyon messziről. Viszek távcsövet egyébként, hogy tudjunk nézni majd állatokat is. Tényleg, igen. Miket teszel be te a nagy túlélő? Távcső, kis bicska? Hát ilyen a klasszik túlélőkészletet azt mindenképpen viszek magammal, meg hát figyeljé, ugye Balázs, mindenféle olyan viszatlan cipők, nadrágok, impregnáló spré, akár. Tehát hogy én azért viszek egy pár olyan dolgot, ami lehetővé teszi majd azt, hogy legalább kettőnk közül egyikünk túlélje. És ezt te akarsz lenni, mi? Hát ezt a Balázs is tudja egyébként, hogy Argentinában nekem nem lehetett lerobbantani a hátamról a hátizsákot, a bakancsot, a nadrágot, úgy igazából csak a felső részt. Te úgy feküdtél le, igen, konkrétan. Cserélgettem magamon állandóan, de mindig készen voltam egy kis eltévedésre. Igen. Jó lesz, nagyon jó lesz. Ez a része legalábbis. Úgyhogy szerintem egy picit tovább fogunk mosolyogni, mint a celebek, mert a celebek azok két nap után abba hagyják majd a kényszeres és kincstári mosolyt, akkor kezdik el majd elhinni, hogy gyakorlatilag itt ez a műsor, ez nem arról szól, hogy ők jól érezzék magukat, sokkal inkább az, hogy nagyon rosszul érezzék magukat, tehát szokták mondani, hogy azért a pénzért igen. Tehát, hogy így kellemetlen lesz, majd amikor például Pars Krisztián, aki hozzá van szokva a napi 3-4-5 ezer kalóriás reggelikhez, ebédekhez, vacsorához, igen, majd azzal szembesül, hogy vannak 5-6-an akárhanyan egy csomag rizsre, akkor azért majd... Igen, na mindegy, úgyhogy listát írok, hogy mit kell vinni.
gyerekek, jegyzet. Elkezdtem jegyzetelni, hogy mi legyen. Forma 1-et nézte valaki? És ez a lista még meg lesz kedden este is, de már... Igen, hát, igen. Semmi nem lesz bepakolva. A lista csak bővül, de még egyáltalán nincs semmi. Forma 1-et nézte valaki? Én a rajtot megnéztem. Gyerekek, leszoktam róla, az az igazság. Valahogy megöregettünk. Ugye? Megöregettünk. Nem tudom, mi kell hozzá, de nem. Elolvastam, hogy mi történt, én igazán szépen megnyerte a Hamilton, meg ér el, de nem ugrik már be nekem ez a vasárnap kettő óra. Mondjuk egy műszaki hiba miatt, mert ugye Rosberg úgy esett ki, hogy gyakorlatilag valamilyen kábelszakadás, egy Mergában. Is elolvastad. Azért az erős, hát mit szersz, persze. Ugyanaz, mint a BKV, akkor ott is szokott felső vezetékszakadás lenni, vagy MÁV-nál. Tényleg, MÁV felső vezetékszakadás, csak a Rosberg felső vezetékszakadás. De igen, igen, lehet, hogy a MÁV arca lett a Rosberg. vagy a MÁV szponzorálja a Rosberget, lehet, és azonnal volt egy vezetékszakadás. Úgyhogy nem csak úgy bevillam, mert láttam itt a hírekben, hogy Hamilton, és úgy régen ez valahogy ez a vasárnapi szundikáláshoz ez így hozzátartozott, hogy rajtot megnézett szúnyókász helyet, de olyan zseniális idő volt, hogy szerintem mindenki kiszabadult még egy napra. Mi kim voltunk a Farkashegyi repülőtéren, mert ott kajáltunk Budakeszin, és akkor visszafelé megálltunk a reptéren. Én nem tudom, mi volt a gyerekek, annyi repülő volt, valami légi bemutatóra készültek, ilyen öreg veterángépek ott áldogáltak. Nem ültél fel egyiknek a szárnyára? Ezek ilyen nagyon kis billegősek hozzá, ezt mondom, gyere Benni, nézd meg, húztam, és jeldőlt balra a vitorlás repülőt, hogy gyorsan készült, 400 szem így odanézett azon a homonokat. A gyerek volt, pici még nézzék el neki. Igen, mert megfújta valami szél. Konkrétan hozzáért egy picit a szárnyához, és abban a pillanatban ezek a vitorlás repülők, ezek így lebillennek arra, tudod, semmi, egy 8 kilós kár azonnal, hogy megérkeztünk a reptérre, egy betört a szárny, gyorsan egy picit így visszaállítottam. Igazán jó volt, feküdtünk a füvön, és néztük a gépeket. Miki üldögélt, ott egy ilyen kis gumi darabkám, mi pedig fekve a füvön, füvet rákcsálva a gépeket nézegetünk. Gyerek megtanulta, mi ez a csörlőzés, hogy húzzák fel a vitorlás repülőket. Tudni kell azt. Picit korábban kellett a repülőknek elstartolni ezért, mert kicsit lerövidítettek ezzel a kifutópár. Igen, nem szedtek belépőt, döglöttünk a fűbe és néztük a gépeket. Hát ilyen 30 fok volt. Tehát ez a tegnapi idő, ez szenzációs volt. Majd ma megkapjuk, mi? Na, hát ígérik, de szerintem ebből megint nem lesz semmi. Picit fura is volt ez a fényes, meleget adó, csillogó valami ott az égen. Értelmezhetetlen. A gyerek többször meg is kérdezte, hogy az mi? Mondom, az, amit a nyáron nem nagyon sikerült látni. Hétvége jó volt? Nagyon szuper. Hakni hegyek? Ja, volt az is, de hát én ugye elindultam visszafelé Sárvárról. Majd erről később azt beszélünk, majd pár mondatot, igen. Beszélünk róla, aztán egy gyújtóhangvételű koncertet adtunk este a zenekarral, érte le, ahogy szoktuk. Hát akkor. És ilyenek voltak. Voltam még autómentes napon szombaton, de olyan buli volt a belvárosban egyébként végig az Andrássy úton. Ugye volt a Street Food Fesztivál, volt a Vágta, a Nemzeti Vágta, volt az autómentes nap, így egyszerre beszerveztek mindent. Édesnapok is volt. Édesnapok is volt. Akkor energiafutam volt, ugye ez most már évek óta megy a Roosevelt téren, vagy hogy hívják most a Roosevelt teret, mindig elfelejtem. Felszabtér. A Felszabtér, igen, nyilván. Az egykori Roosevelt tér. Az egykori Roosevelt tér, most Felszabtér. Széchenyi tér, azt hiszem ez az új neve. És úgyhogy teljesen tele volt a város. Teljesen tegnap meg ilyen gyerekezés volt, állatkerttel és egyéb hasonlókkal. Na, milyen az állatkert? Jó, jó. Az új rész nekem még egy kicsit, ugye, ami tudod, a Vidám Park volt régen, most ezt úgy hívják, hogy hol nem volt park, az egy kicsit nekem még üreske, tehát megvan az még olyan kis épületek. Ilyen spártai kicsit. Igen, úgy belakták, meg kezdik belakni az állatok és a vendégek is, de azért ott még van egy-két olyan dolog, ami nekem hiányzik. Veszel zsetont, 200 forintért lehet fölülni, nem kell külön belépőt venni, hogyha az állatkertbe bementél, akkor oda át lehet sétálni, úgyhogy ebből a szempontból jó. Ilyen tengeri malacváros van, meg egy láma, egy páva, tehát vannak állatok, de szerintem azon még lehet mit fejleszteni. Sokan voltam? Nem. Ahhoz képest, hogy vasárnap volt, gondolom, hogy mindenki vagy a városban kóricált, vagy kilőttek. Volt, vagy kimentek, igen, kimentek a természetbe. Na jó van, ne, tényleg jó idő volt. De majd most ezt megkapjuk. Jaj, gyereke, megint elment a... Most. Nem mozogjatok, próbáljunk mozdulatlan visor. Most jó. A Roosevelt teret minek, hogy hívják, nevezték át Széchenyi térre, mert nem egy oldalon harcoltunk a világháború? Lehet. Valami, neki hát mi volt a bűne? A Lánchíd miatt biztos. Aha, hát gondolom, igen, a Lánchíd, és akkor ott úgy csatlakozzon ehhez. Uh-huh. Ki az a Roosevelt? Mit tett őt a világasztalára? Hát nem túl sok. Aha. Hát figyelj, egyébként mondjuk szerintem ez azért nem rossz, mert mondjuk van egy Roosevelt, van egy Széchenyi, hát akkor hívják inkább Széchenyinek. Nem? Én aztán nem vagyok ez a nagy melkas döngető, nagy magyar tényleg, de hogy
ez még, és átnevezték volna egy másik külföldire, azt kevésbé érteném, de mondjuk ha ott van a Lánchíd Széchenyi, az hát, nem egy annyira rossz. Ja, de ebből a szempontból persze logikus. Csak mondjuk Széchenyi tér azért nem kevés van szerintem az országban. Igen, az igaz. És mondjuk Rooseveltet meg hiába keresnéd, mondjuk a munkásmozgalmi panteonban nem találnád meg valószínűleg. Hát ott nem nagyon fordul. Tehát ezért is nem értettem, hogy vajon miért. Jól van, na megnézzük akkor, hogy ki az, aki jelentkezne játékra. Jó, lehet nyugodtan ezt megtenni SMS-ben, ha valakinek van kedve elindítani ezt a hétfőt úgy, hogy bennünket rommá ver, ám legyen. Természetesen azért mi állunk elébe. Állunk elébe, teszünk róla, hogy ne így legyen. Jó, lehet jelentkezni a játékra SMS-ben, mi pedig jövünk a hírek után. 10 perc van pontosan, 7 óra, hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk, drága hallgatók, itt vagyunk, és megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, verhetetlen rádiós trió. Ez így ebben a formában már régóta. Régóta nem igaz sajnos. Karesz, hello, honnan hívsz minket? Szlovákiából, a Rémkomáromi járásból, innen a Duna melletti kis falucskából. De klassz, az közel vagy hozzánk. Elgondolkoztál rajta, azt hallottam. Hirtelen, nem tudtad, hogy ott ébredtél, vagy? De nem vagy. Ja, ott laksz. És mit csinálsz, mivel foglalkozol? Tengerész vagyok. A Dunán? Nem, a tengeren. Komolyan mondod? Komolyan mondom. És most Habin vagy? Most szabadságon vagyok, hétfőn érkeztem. És mit csinálsz, hogyha hajón vagy? Kapitány, matróz, felszolgáló, fűtő, nem tudom mi van még, vitorlavarró? Hát minket úgy képzeltek el egy kicsikét, hogyan mondjam, szóval egy kicsikét elrugaszkodva, mint Csubakka. Mindig szereljük a hajót. Szereljük a hajót, formában tartsuk, ami nem működik. Megjavítjuk. De ezek ilyen nagy utasszállítók? Nem, ezek tulajdonképpen a tenger Suzuki Swiftjei, a legkisebb tengerjáróhajók. Ja, kis tengerjáróhajók. Aha, na jól van. Aha, és melyik hajón, a szlovák tengerészetnek, a HMS Bratislava? Nem, ez egy német társaság, de viszont karib-tengeri zászlóra. Nem rossz az. Jó, oké. Okay. Jól van, kivel szeretné játszani, Karesz? Balázs, én úgy érzem, hogy veled van egy kis elintézni való dolgunk. Ajjaj, itt valami sérelem is van. Nem baj az. Na jó, van, mehetünk, Jani? 3, 2, 1, fire! Figyelek! Jó reggelt, Balázs. Arra szeretném kihasználni ezt a műsoridőt, hogy a műsorvezetéseid során többször használtad azt a kifejezést, hogy matrózzuhanzás. Esetleg, hogy 5 perces matrózzuhanzás. Tulajdonképpen mit akar ez jelenteni? A matróz zuhanyzás önmagában? A matróz zuhanyzás. Az a gyors zuhanyzás, amikor gyorsan kell zuhanyozni, azt hiszem. Megnyitod a csapot, elzárod, megnyitod, elzárod, és gyorsan zuhanyzol. Minél kevesebb víz felhasználásával. Legalábbis a Jani szokott ilyenről mesélni nekem. Ez így van, vagy jól mondom? Rosszul tudod. Ez tényleg? A hajókon teljesen másképp van. Na, hogy van, mesélj. A matróz a hajón egy-egy becsületesen átdolgozott nap után úgy néz ki, mint a pákó cimborád. Tehát az 5 perces történettel nem le. Basszus! 55 másodpercnél durrantottad be a nemet. Kicsit sokat beszéltél igazából, én hagytam persze, de hogy ha ezt rövidebbre fogod, akkor ez megvan. Hát ez megint elment, sajnálom. Hát igen, tényleg verhetetlen vagy. Dehogy is, nem. Egyébként most önmagadat verted meg, én csak ültem, itt mondom, ennyit akarsz beszélni, nem is kérdezel, csak előadsz egy kis előadást a matrózzuhanyzásról, hát azt nem szakítom félbe. De hogy most önmagadat győzted le, mert hogy simán nyerhető lett volna. Ez a dolog. Hát ez elment. Ez elment. Ez el, hogy egyet kérdezel, vagy kicsit kevesebbet beszélsz, esetleg visszakérdezel, vagy megkérdezel engem még több dologról, akkor nekem kellett volna beszélnem. Nagyon magabiztosan nyomtad sokáig. Nagyon jó volt. Karesz, tényleg, sajnálom. Sajnos. Így jártam, elment ez a hajó. Igen. Igen. Legközelebb játszunk majd valamikor, ha visszajöttél, jó? Jó, legyen így. Nálad ez gondolom egy fél év. Igen. Tényleg, mennyit vagy vízen ilyenkor? Ez mit jelent, hogy vízre szállsz? Mennyi? De egy hónap, két hónap, három hónap?
3 hónap, 2, mikor, hogy... Na, ő úgy búcsúzik el a gyerektől, mindjárt jön apa, nyugi. Uh-huh. Mindjárt jön apa, egy 3 hónap is. Igen, atya Isten. Jól van, Karesz, köszi a játékot, ciao. Én köszönöm, sziasztok. Köszi, hello, hello. Pedig nem játszott rossz, ugye? Nem, sőt. Egyáltalán nem, én már láttam elmenni ezt a hétfőt. Én is. Én mondjuk én már az elején azt láttam, hogy el fog menni, mikor azt mondta, hogy Balázs Belet szeretnék játszani. Én már akkor láttam, hogy ez el fog menni. Budapest Szentendrei út befelé vége. Most? Már hét? Már. Nem, ez az SMS. Budapest Szentendrei út befelé. Aha, így van. És néha kifelé is, csak az pont az ellenkező irány. Lehet, hogy itt történt valami, vagy megállították, vagy elejtett a telefonját, nem folytatódik az SMS. Reméljük nem vele történt. Igen. M5-35-ös kilométernél a felüljáróról mérnek Szeged felé Galaxis. Gabi küldte, valamint késnek a vonatok Budapest-Győr vonalon 40-50 percet, gyerekek. Bicskénél van egy kis gond. Laza 40-50 perc már most az elején? Bizonyám. Van egyébként több is, megint megnyitottam a MÁV startot. Na és? Kérlek szépen, a Kiskunhalas Budapest vonal az most 109 percnél tart. Atya úristen, miért nem érjek oda, hogy egy óra? Egy óra 40 perc, a 109 az kevesebbnek tűnik? Igen, valószínűleg, mert még mindig csak perc, tudod, de védi oda. Igen, de ott baleset miatt ott elgázolt egy személyt a szerelvény. Akkor ez nem a szokásos. Az jó, a Győr-Budapest déli, az 62 perces. Igen, ott Bicskénél van a gond, gyerekek. Igen, hát megnyitotta a hetet a MÁV. Igen, baleset a 81-es úton is, kis terautó személyautóval ütközött. Jól van, köszönjük szépen a legfrissebb közlekedési híreket, jönnek újra a hírek, jó Ákostól, mi pedig jövünk a hírek után. 7 óra múlt pontosan 10 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt, drága Morning Show hallgatók. Itt vagyunk, hétfőt kezdünk újra, ráadásul hidegfronttal, lehűléssel, hát nem is tudom, hogy így könnyű elkezdeni egy hetet, de most még egyébként nincs hideg, legalábbis itt Pesten, nem tudom, mivel jogadtak bennünket, álltok délutára ér ide? Nem, szerdán már jön a jó idő, majd jön a hidegfront, bizonyám, csak hogy hát ne teljen eseménymentesen azért ez az indián nyár, ha lehet ezt egyáltalán annak mondani, bár tegnap az volt. Az volt, tegnap nagyon jó idő volt, igen. Na, nézem a közlekedési híreket válogatván, egy-két fontosat, és természetesen mávos híreket is. Szentendrei út befelé, nem tudtok ti semmit. Paquito, Dunakeszi. Küldte, ismerős a mondat, igen. De jó. Köszönjük szépen. Az Ártándi határátkelőnél kb. 4 kilométeres kamionsor a belépő oldalon, Húsos Józsi küldte nekünk. Aztán reggel láttam, hogy Budapest 23. kelet Soroksári vasút állomáson áll két személy vonat egymással szemben, alig 100 méter van köztük egy vágányon. Ölveti Laci küldte nekünk, hát ott áldogálnak, azzal nincs nagy baj. Amíg nem érnek össze. Addig nincs nagy baj, igen. 81-es főúton Magyar Almásnál van egy baleset, rendőri irányítás folyik, ezt Tücsi küldte nekünk, köszönjük szépen. És kérdeztem a Kallert a győri vonatkésésről, csak egy mozdony gyulladt ki Bicskén. Állítólag már megszűnt. Hát az meg semmi. Hát most, na. Elhamvat vagy eloltották? Spontán égés volt, elégett szépen, nincs nagy baj. M1-esen Komáromtól Győr felé viszonylag erős szél és foltokban esik az eső. Hát akkor onnan jön. Akkor ezt balról kapjuk. Szép lesz. Szentendrén befelé nincs semmi extra baleset, a Hév átjárónál levő lámpa után már jóság van. Ezt is SMS-ben kaptuk, és Kecskemét 44-es út, a reptér felül az útépítés miatt kb. 4 km-es a sor, türelmesen ezt T-Boy küldte nekünk. Na, mi volt a labdarúgás kontra labdaszál kontra autó, ferivezet, kapusrúg? Parancsolsz? Autó gyorsul, labda gyorsul. Hajdó Attila nekifut, Feri keresi a sebességet, verseny. Igen. Keresni nem kerestem, mert ugye be lehetett már előre egyesbe rakni a cuccot, tehát nem kellett nagyon keresgélni. A Nissan Nismo kontralabda ügynek a vége, az gyakorlatilag nagyon szép lett. Volt például egy borsodi család, képzeljétek el, akik csak ezért autóba... Jaj, de helyesek, na nyertünk, vagy nem nyertünk. Az autóba eljöttek egy kis sráccal, akit megautóztattam a pályán. Nagyon jó volt autózni a pályán, érted, mert nem volt senki. Tehát azt csináltam, amit akartam. Amit össze-vissza mentél, mi? Tettem-vettem a gépjárművet, tehát nagyon szép. Fehér volt egyébként az autó, képzeljétek el. Aha, metálfehér, vagy ez a céges fehér? Nem, ez a metálfehér, metál ilyen fehér. Kis be volt porozott. Finom terelést. Képzeld, és hát ugye a kontrafocista barátunk pedig nagyon szépen rugott. Aha, nagyon jó rugott technikája az Attilának. Igen. Ugye, ha valaki nem tudná, hogy miről van szó, Feri elindult egy ilyen kis promóciós úton volt, ahol is egy sportautó összemeri a tudását egy labdarúgóval, és ugye a játék lényeg annyi, hogy a célon áthalad-e a labda előbb,
vagy pedig az autó előbb. Most jó bonyolultam, mondtam. De igen. Melyik a gyorsabb tulajdonképpen? Nulláról százig egy autó, vagy hát nulláról fölgyorsulva, vagy pedig egy elrúgott labda, amit egy ex-válogatott futballista lő ki, vagy rúg ki tulajdonképpen. Képzétek fotónk, mert volt Trafipax mérték, hogy mind a ketten 87-tel mentünk. Igen. Érted? A labda is, meg én is. Aha. A vége felé. Csak te a nyolcadik másodperc lő, meg a második. Igen, igen. Ez csúnya lenne nyolcadikra menni annyival, de valóban így. Hát egy a harmadik, negyedik. Hát a Nizmo olyan negyediknél lehet. 350 lóerő. Akkor visszavonom, nem? Akkor az, hogy 3-3 és fél alatt 100-on van, hát akkor te olyan 2-félnél 3-nál lehetnél 80-on körülbelül. Így van, ő meg a labda meg az indításnál már 88. Meg már az öltözőben. Igen. 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 Nagyon jó idő volt, Zsámbék gyönyörű. Ahogy gyönyörű, szép, hát mindenképpen nézzük meg a templomot. Olyan szép ott az egész hely, és akkor ott ezen a pályán ott voltam. Így. Szóval csúnya lett a vége. Kikaptam, mint nagyon kellemetlen. Egy gyerekek, én ezt... Úgy kikaptam, hogy öröm volt nézni. Tulajdonképpen ennek semmi értelme nem volt, de hogy jó. De jó, volt. Jó, a helyes kis... Lehet csapatni a járművet. Az jó. Kikönyökölt a hajtókar? Kis égett kuplunk szagot helyes. Azért. Azt produkáltam a járművet. Valahogy nem lehet megóvni. Én próbáltam, szerintem ő mindig korábban, mert ugye nem tudtuk eldönteni, hogy a visszaszámlásnál 3-2-1 startnál mi történik. Tehát ő már 2-nél dobhatja a labdát, mert kézből rúgott, és a startnál kell belerúgnia, vagy akkor kell kezdeni a nekifutását. Tehát hogy volt egy ilyen dolog, amivel nem tudtunk dűlőre jutni, de hát én nem vagyok egy ilyen macerás csávó, hát mondom, hadd legyen meg az öröme, persze. Így van, úgyhogy ez történt, több ilyen versenyt is csináltunk, volt, ahol egyszer volt olyan, amikor nagyon-nagyon elkaptam én is a rajtot, már 2-nél elindultam, ez azt jelenti... Akkor Attila futott a labdával. Akkor nem futott a labdával, akkor is rugott, az jött ki döntetlenre, de egyébként a labda sajnos mindig gyorsabb volt. Aha. Sajnos mindig gyorsabb volt, mert ő a labda ugye egyből megkapja a 80 kilométeres sebességét, tehát neked meg odáig el kell érni. És ő aztán ugye lassul a labda, de addigra már késő. Késő, és az első mondat tetszett nagyon, arra vigyázz, hogy ne pattanjon eléd a labda. Mert? Mondom, én vigyázzak a kocsival, úgyhogy ki se látok belőle fölfelé. De egyébként mi lesz a százalmész és alátpattan egy labda? Hát azt nem tudom, de hogy állítólag a kasznit azt rendesen... Ja, hogy, hogy féltették a kasznit, azt hittem téged féltettek. Á, nem engem egy pillanatra sem. A kaszninak nem tesz jót, igen. Biztos, nem tesz túlzottan jót, úgyhogy erre kellett volna figyelni, mondtam, hogy engem nem érdekel, hát figyeljen oda az Attila, ő rúgja a labdát, hát, ne rúgja elém, ugye? Hát én megyek előre, megyek egyenesen, és ő rúgja elém, tehát az a helyzet, hogy 5-5 ezer játékpénzzel vagyok nektek adós, írjátok fel valahova. Nincs nálam most. Hát az az 5, az nekem már 15, neked, ne törődj vele. Neked 15. Nem, mi egymással fogadtunk, várjál. Igen. Nem, én mondtam, jó. Azért ez fura lenne, mert mind a ketten ugyanazt mondtuk. Tehát igen, akkor nyertünk. Hurrá, csap bele. Mi nem tettél véletlen a kocsira? Csak hogy... Most szívesen mondanám, hogy jól induljon a heted, de igen. Meg is lepődtem volna, de igen. Tehát Jani vagyok, nem hülye, ez a példamondat. Én mondtam, miután ti ugye egy dolgot mondtatok, hogy akkor én állom a másik oldalát, én nyilván saját magamra fogadok, ti fogadtatok a labdára, és ezzel én buktam tizet, ti 5-5-5-öt nyertetek, neked tartozom még egy tízessel. Azt is az 5-öt elengedem, mert most te csak tisztességből tettél a labdára, mert tudtad te is, hogy nincs esélye, csak ez a tisztes ejtálásból való fogadás volt. Te jössz, János, az 5-öt elenged. Mi a tízesre hajtok? Nem kell elengedni, nem. És mit viccelődünk itt egymással? Ez egy komoly dolgok, hát érted? Így van, komoly fogadás volt, és az úri emberek ezt betartják, úgyhogy holnap kaptok 5 ezer, tehát 15 ezer papírpénzt, játékpénzt. Ja, csak szigorú játékpénzt, mert te elkerülsz, győzik-e meg Mónika mellé, és látszál a nap, hogy be nem fizeted adótartozásodon. Bocsánat, azt neked kell befizetni, ha én neked fizetek 5 ezeret, akkor te nyertél. Én simán befizettettem volna veled, jogos, tényleg. Hát, jó. Én már akkor sokat tartozom a napnak, mert én ezeket engem nem fizetem. Nagyon szimpatikus ma a tónus, meg ahogy beszélsz, meg a mosoly az arcodon, az leengedő, de az, hogy tőlem is le akarsz gombolni egy kisebb összeget, illetve a felével be akarod fizetni, még a gyerekek. Szűkös idők adót, igen. Hát szűkös idők jönnek, gyerekek. Hát játékpénz, gyerekek. Játékpénz, nincs benne a pénzmozgás, ne keverjük már össze a dolgot. Úgyhogy így jártunk. Egyébként tényleg volt egy borsodi család, két hölgy, anyuka. És Zsámbék gyönyörű. És Zsámbék gyönyörű. De hát nem akarok. Ezért jöttek, hogy megnézzék ezt. És képzeld, de bejöttek a Borsodból. Autóba, azt mondták, hogy a kisrác nagyon szereti az ilyen sportos autókat, úgyhogy beültettem magam mellé. Ott egy kicsit felsziszentek, mert ugye gyerekülés nem nagyon volt nálunk a sportautóban, de mondom, bekötjük korrekt, tehát nem jön semmi, csak én. Nagyon jó volt. Nagyon jó volt ki a pályára. Nem lehet, hogy a kisrác miatt vesztettél? De akkor nem. Elnehezült a kaszni.
akkor rá lehetett volna fogni egy gyerekre. Igen. Jó, nem ült be a verseny alatt. Úgyhogy így állunk, ne haragudjatok, még mindent megtettem. Előtte jó, van, fia, megpróbáltam. Fú, minden volt. Alapból eldőlt, hogy semmi esélye. Ez a tiszta sejtálás. Ott vagyunk. Oda mentél, megcsináltad, ledaráltad, eljöttél. Tudtad, hogy veszteni mész, tudtad, hogy mágián fogsz elégni, karóba húznak be, te oda mentél és oda tartottad. Mi a következő, Feri, hogy te hiszel Fekete Pákó felsőfokú angol nyelvvizsgájában, mi meg nem? Igen, legyen, legyen az, így. Szerintem legyen nekem ez szimpatikus. Igen. Na jól van. Oké, okay, hát sose baj egy kis pénzzel állsz, az gyerekek, sose baj. Azt sose, csak már ide is állhatna egyszer. Igen, a Balázs, a múltkor említettél egy sorozatot, amelyen vámpíroki zombik vannak. Légy oly nedves, mondd meg a címét, mert kedvet kaptam hozzá, hogy megnézem. Köz Big D. Ezt Jani mondta nekem, és aztán én megnéztem, ez a Strain nevezetű. Igen, de zombik nincsenek benne. Zombik nincsenek, ezekben vámpírok vannak inkább. Vámpírok vannak. Egy kicsit modern felfogású, tehát ne úgy képzeljétek el, hogy ilyen felállított gallérú, halott, halovány arcú emberek, ilyen ősi várkastélyok, csigalépcsői jönnek le kiakadt tekintetekkel. Nem. Nem. Ez egy picit így modernebb. Guillermo del Toro rendezte, úgyhogy meglehetősen jó kis sorozatról van szó. Érdemes megnézni. Jóféle. 10-11 rész van belőle. Nem rossz. Hát ilyen közép, közepes. Na, igen. Nem az a klasszik vámpír, de nagyon jó. Kicsit vírus, kicsit vámpír. Jó. Ki lehet vele húzni, mondjuk így a következő Walking Dead-ig. Igen. Gyerekek, nagyon jó sorozatok indulnak. Ami októberben már jön. Ezt én is akartam mondani. Érzed te is? Tiéd is. Én most már rosszul vagyok tőle. De hogy ez ki? Nem jön. Gyerekek, ki? Ki volt az, aki ilyen kokolinóban, vagy nem tudom, miben egy héten keresztül áztat ezeket a mikrofonszivacsokat, olyan szaga van. Ki mosta valaki? Ki? De szagold meg. De olyan szaga van, hogy megőrül. Levehető a mikrofonszivacsunk, ugye mind a hármunknak, és ugye van külön-külön is. Valaki pedig önkéntesen ezt beáztatta, de szerintem úgy van, hogy egy rész víz, 15 rész öblítő. A biztonság kedvéért. Ija, és egyszerűen megőrülsz tőle olyan. Érzed, szaga, hogy a maci bemászik az orrodba. Konkrétan megélkülnek az orromban. A maci egyébként, aki nagyon helyes, és a macit? Ő már túl negédes nekem. A termékes semmi bajom, de a macival. De látod, megjegyzed, hát ettől függ. Ettől jó a dolog, hogy jön. Még három öblítőt kéne mondanod, és mindegyik kezébe berendetni nem tudnál. Tehát a maci az betalált, rohadt idegesítő, tehát az összes ilyet mágián égetném el én is, az összes medvét, de hogy közben tök jó, nem? Figyelj, a lábam is ökölbe szorul, amikor meglátom a képernyőn, hogy mászik föl a bihe puha kis törölközőkenek. Aranyosan mosolyog. Igen. Na, ugye a múlt héten volt egy premier, méghozzá az almás telefonoknak az újabb szériáját mutatták be, és én elképedve nézem ezt a fajta rajongást, amit emberek csinálnak, hogy most miért, azt kellene megfejteni meg egyáltalán, hogy mi rajongtunk-e valaha valamiért, hogy akartunk-e valamit ennyire, vagy gyűjtöttünk-e bármire ilyen fanatikus módon, mint ahogy egyébként igen, most. Egy új mikrofon csatlakozóra, egy ilyen fejhallgató csatlakozóra. Gyerekek, néha elmegyek, most elkezdek arra gyűjteni, néha monóban megyek ki. Ugye kihozták az új almás telefonokat, és lehetett olvasni, hogy ilyenkor ugye sátrat vernek New Yorkban, Londonban, bárhol, ahol ennek a telefonnak a bemutatója van, akkor hát ott lecövekelnek emberek, és ott laknak. Ugye? Már ez önmagában elképesztő szerintem, hogy valaki ennyire fanatikus módon a technika rabja legyen. De volt egy magyar srác, aki nem is tudom mennyit, van 5 vagy 7 napot, egy hetet. Egy hetet. Ült ott Londonban elsőként, hogy megszerezhesse az új almás telefont. És nem is egy hetet, itt van a hír, 11 napig. Hoppá. 11 napig állt sorba. 11 napon keresztül. De legalább ő első volt? 11 nappal? Tehát ő állt oda el is az üzlet elé. De legalább nem kapott semmi újat az előzőhez képest. Micsoda, nem kapott? Semmi újat az előzőhez képest szolgáltatásban, hát csak nagyobb, hogyha nagyobb ért áll sorba. Hogyha nagy tepsírt, akkor ez így megérte neki talán. De hát, hogy 11 napon keresztül valahol, ugye eszel, iszol, alszol, talán a dolgodat is el tudod végezni. És valahol állandóan bekéreckedsz valamilyen irodaházba, vagy hasonlók, és ott állandóan mennek, vegzálnak. Igen. Hogy mész? Gondolom, helyed van, ott a sátrad. Nem? Kiállsz a sorból. Jó, de ez nem egy kemping. Szerintem van sorszám. Tehát ilyenkor osztanak sorszámot, odaállsz, és elindul a sorszámosztás, mondjuk, nem tudom, reggel 8 órakor, és elkezdik osztani a sorszámokat, és tudod, hogy 11 nap múlva nyílik meg a bolt, de van egy sorszámod. Bár akkor az nem jó, mert ha van egy sorszámod, és azt te elmész, hazamész, és 10 nap múlva visszamész, akkor is te vagy az első. Nem. Hát nyilván azért cövekelnek ott le, hogy ők legyenek az elsők. Így van. Akkor valaki vigyáz a helyedre? Vagy hogy van ez?
Hát meg arra nem tudsz sorszámot húzni, a sorszám mindig napi sorszám. Tehát ha te például bemész a bankba, sorszámot húzol, bezár már a bank, és nem kerülsz sorra, akkor nem jöhetsz vissza másnap azzal a sorszámmal, újat kell húznod reggel. Hát, vagy van szó, olyan? Szó, tehát hogyha mit tudom én, elmész egy ilyen ügyintézőbe, mit tudom én, víz, gáz, villany, akármi, és te mondjuk kiugrasz valahova, és addig nem került sorra a sorszámod, akkor te nyugodtan visszamehetsz, tehát hogy azzal nincsen más. De ebben az esetben szerintem nem erről van, hát valamit neki kellett csinálnia azért, hogy azt gondolják, hogy még mindig bent van a sátorban, például bekapcsolva a szokó rádióját. Igen, ő azt hiszem talán azt csinálta, hogy ő megvette, meg akarta venni a telefon, de ő el is adta egyből. Tehát, hogy ő kereskedett. Ez Hello Laci, jó reggelt, mondjad? Sziasztok. Mert te is nagy sorban álló vagy. Én kétszer álltam sorba, az ötés, az ötösért és az ötessért is. Jó, Laci is beteg egyébként, de úgy húzol le 24 órát azért, hogy sorba álljál. Ami számomra... A sima ötös telefonért 6,5 órát ültem ott, akkor... Te beteg vagy. Igen, de kaptam egy sorszámot, és azzal bármerre elmehettél, tehát nem kellett ott ülnöd. Tehát, hogy oda mentél, húztál egyet, és ott ültél 6,5 óráig, legalábbis én, aki 11:30-re ment. Tehát volt, aki ott ült már egy napja. És reggel 11:30-re mentél? Vagy? Nem, ilyen 11:30-re, éjféltől kezdték árusítani a telefonokat. De reggel 6 órakor jutottam be az üzletbe. De miért? Tehát mi van, ez kell, egyszerűen, mert nem tudom. Mert hogy te nem is biztos csinálsz bőle, mert ez a magyar fiú lenyilatkozta, hogy ő eladta. Tehát vett egyet, eladta a dupláját, és rászakultam én 250 ezer forintot. Én szerettem volna, hogy egy ilyen nappalom arról szólt, hogy nekem ez a telefon kell. És én vártam, és nekem ugye ez kellett, meg kellett szereznem. Aha. És ott álltam, vagy ültem, és egyszerűen kellett első nap. Igen, ez egy vagy két héti kuriózum, de utána meg mindenkinek lesz ilyen telefonja. Igen, de nem az a lényeg, hogy utána gizdálsz, hogy mutogasd, hogy neked van ilyen telefonod, ez nem tudom, ez nagyon nehéz, ez egyszerűen kell, amikor is szereted a műszaki dolgokat, telefonokat, vagy bármilyen dolgot, akkor egyszerűen az van, hogy neked az kell, és meg kell szerezned, és addig nem alszol, ezzel kelsz, ezzel fekszel, hogy neked ilyen telefon kell. És ha egy héttel később jön ez a telefon neked, amikor már nincs sorállás. Nem nincsen, hogy egy héttel Jani, később, világ, ne haragudj, nem bírsz ki egy hetet még, mert ezzel kelsz, ezzel fekszel, neked ilyen telefon kell, mert egyszerűen ezeket szereted, és ezeket a műszaki dolgok így érdekelnek. Az megvan az iPhone vásárló? Erről van videó, aki szintén egy hetet állt Amerikában, vagy nem tudom hol, a hülye beállt egy hétre, állt egy hetet, ő volt az első. És jön ki, és mutogatja a telefonját. És? Oh! Hopszi. Hopp, és abban a pillanatban leheti a marad. Tudod, és hát azról lepattal, letörik valami, és látszik a gyerek arcán, hogy a teljes döbbenet. Nem, vagy kiütik, vagy valahogy csak így futólag nézte meg, egyszerűen kiesik a kezéből, leejti. Akkor is ő volt az első. Ő volt az első, általában egy hetet sorban van egy. És a szervizben is ő lesz az első. Szóval, hogy nekünk volt ilyen, vagy lesz valaha ilyen, vagy gyermekkorunkban volt ilyen, amire ennyire vágytunk volna, bármi, hogy vissza tudtok gondolni, amiért betegesen rajong, tehát nyilván az ember gyerekként máshogy gondolkodik, és rajong dolgokért. De hogy ez a magyar fiú is, hát ha már ott vagyok elsőnek, akkor kölcsön kérek legalább még háromszor ennyit, és hatot veszek. Biztos nem lehet, csak egyet. Nem lehet, venni. Igen. Csak egyet tudsz venni? Volt. Nem tudsz többet venni? Nem, kereskedelmi mennyiséget nem lehet venni. Tehát hármat, négyet nem tudsz azonnal bevásárolni belőle. Aha. Laci? Nekem volt ismerősöm, akik Münchenbe mentek ki pénteken, 15-en. Mindenki kettő telefont vett, és eladta 100 000 forinttal többért, tehát olyan 4 millió forintot így keresett ugye a csapat. Az egész igen, csapat. Egy pénteken. De ott álltok érte 12 órát. Na jó, de a csapat keresett 4 milliót egyenként, egyébként 200 000. 4 millió forintot mikor keresel, érted, ilyen rövid idő alatt, ne viccelj. Na jó, de 15 ember kereste, tehát ha egy igen, ember két telefont vehet, és telefonján keres mondjuk 150 000-et, akkor 300 000, ami szintén nem rossz egyébként. Ez úgy van, hogy egy ember kitalálja, az keres nagyon sokat, a többi csak keveset. Ja, és a többi megy bérünk el, a többi az élmény, hogy Münchenbe sort. 3 euró per óra bérén állnak sorba a telefonokért. Hát nem tudom, ennyit sorban utoljára, ugye, hogy megdöbbentő? Hogy ehhez azért nagyon betegnek kell lenni. Egy villanyórát irattunk át, de hogy... hogy annak legalább értelme volt. Mert hogy mit csinálsz ezzel a telefonnal utána? Majd most bocsánat, telefonálsz. Felhívod azokat, akiket egyébként is fel tudsz hívni az előző telefonon, mert hát ez nyilván nem arról szól. Na jó, hát ez nyilván nem arról szól, hogy most ugyanúgy felhívd őket, hanem hogy megvan, megvetted a tiéd, megszerezted, van egy ilyen telefonod, neked van elsőnek. Tehát, hogy nem arról szól, hogy most ugyanúgy felhívd őket. Úgy lenyomatnyitja.
Új lenyomat zárja. Új lenyomat nyitja. Nem, ez valószínűleg egy ilyen nagyon masszív a fogyasztói társadalom egyik betegfüggése, amit szerintem minden nap csinálunk, csak nem veszük észre, hogy mi ennyire betegek vagyunk. Talán nem állunk sorba egy hétig egy telefonért, de aztán két hét múlva, vagy három hét múlva lehet, hogy ugyanazt a típust valamiből te ugyanúgy megveszed, csak mondjuk nem állsz érte sorba. Sokkal kevésbé nem vagy beteg, ha belegondolsz. Már mentegetőzik, mert azért a Balázs is ebbe a kaszba tartozik, te nem állsz sorba érte. Igen, de neked is kell az ugyanaz. Nem utáskodjatok, persze, na jó, de nekem nyomosok beszélt az előbb, hogy 15 ember összedobja ki azt a 4 millát, és ad nekik 3 euró per óra. Egyrészt masszívan dílerkedem, kettő, hogy azért az én telefonjaim, tehát az oda van. Igen, látom. A múltkor pont majdnem elvágtam a kezem, mert üvegdarabok esnek ki a hátuljából, tehát hogy egy telefon egy év, sajnos. Na, de a gyerekkorban volt valami, amit ennyire akartatok? Vagy amiért a Lego. Ember... A Lego? És ugyan akkor még az volt, hogy nem is tudtál sorba állni, mert az én gyerekkorom, vagy a bocsánat, a mi gyerekkorunkban nem volt. Nem volt kapható Magyarországon. Tehát nem tudtál se játékboltot mondani. Nem, az Ausztriából jött de be. De még Budapesten se, igen. Semmi. És ugye nekünk... Esetleg nekem... a dollárboltban. Hát, de oda meg nem jutottál be. Ne, soha nem voltam dollárból. Hát, tudod, volt ilyen, hogy megvan egy dollárban? Nekünk volt a strandfürdő mellett, és nyálcsorgatva mentél el mellette, és anyád így vonszolt. Oda mi nem mehetünk be, és nem értetted. Macskas kapitalisták! Dollár volt. Nekem a nagymamám a várban dolgozott a kaszinóban, és a várban volt szintén egy dollár volt. És hát mi a tesommal? Hát szájtátva. És nem álltunk. Értetted, hogy mi az, hogy nem mehetsz be. És mi az, hogy dollár volt? Igen. Eleve nem értetted. Úgy, milyen dollár? Milyen? Na, úgy, hogy ott láttuk, nem? És akkor a újkígyósi fényképész néninek lett egy osztrák párja, és ővele hozattunk. De azt hiszem, ezt 3 évig vártam rá, és mindig mondtam anyámnak, hogy anya, de egy Lego, mert valahogy a faluba került, és elérhetetlen volt, és még az sem, mint amit a Laci csinál, hogy bemegy egy napra, érted? Csak mondta, hogy menj be a tyúkolba, szedd össze, igen, és akkor rakja. Igen, hogy rakosgassad össze, az is összeragad magától, amíg még friss. Mondták, ez fekete Lego, Feri, fekete Lego. Ez a vidéki Lego. Ez a vidéki Lego, csendben összeállt. Durmázzál vele. Egyébként volt vidéki Legónk nagy méretű, mert a szalmabálából lehetett nagyot építeni, csak azok nagy kockák voltak. Igen. És akkor volt, hogy akkor hozták, és akkor mondták, hogy most, hogy sikeresen leérettségiztél a Ferenc, akkor fogad. Szeretettem, és mondtam, hogy ez az, megvan. Végre megvan. Én sose felejtem el, volt egyszer egy fénykard, amit én nagyon szerettem volna, talán 300 forint volt, egy műanyag kapcsolója volt, hosszú PVC csőben. Igazi fénykard, vagy pedig egy zseblámpa. De, hogy igazi fénykard, igen, és hihetetlen, emberi kezeket tudtam vele levágni a lépcsőházba. Igen. Nem, képzeld, de úgy volt, mert csak 300 forint volt, hosszú hónapokat vártam rá, míg végül megkaptam, meg kicsit gyűjtöttem is, bele is adtam, de nagyon romantikus maga a történet. Volt egy műanyag kapcsoló, amit ha felkapcsoltál, akkor megvilágította belülről a PVC fénycsövet, és egy ilyen fénycső, illetve fénycső, hát ez egy ilyen műanyag cső volt belülről megvilágítva, hogy kettőt odavágtál valakire, kész kiment az ízó, és többet soha nem égett. Ugye azt a gyönyört, amikor én azt megkaptam, azt el nem mondhatom. És kapott egyet a bátyám is, leoltottuk a lámpába, vagy leoltottuk a szobába a lámpát, és hát oda lett a bal keze. Ja, igen. Nem akart velem tartani. Vidd magad, Obi-Wan. Pedig még marad bennem még valami jó. 26 ezerszer eljátszottuk. És amikor nagyon szétesett, akkor szétszedtük, és rájöttük, hogy nagyon át vagyunk vágva, mert hihetetlen primitív készítmény volt. De amikor órákon, heteken keresztül nézel valamint a kirakatba, és ott van minden este megvilágítva, ott égett. Hát az maga volt. De maga azt volt, tudod, hogy egy igazi Jedi saját maga csinálja. Megpróbáltam. Igen. A part is, picit nehezen tudtuk megvilágítani. Szóval ezek egyébként jó dolgok, nem? Gyerekkorban talán mondjuk meg is szépülnek. Neked volt valami? Hát nekem nagyon mindig a bringák. Mindig a bringák. Az egyik nagyon jó barátomnak volt egy banánüléses, ilyen chopper kormányos kis... Tacsia? Igen, hát valami hasonló, de annál egy picit menő volt. Én nem is tudom, hogy honnan szerezhette. És a hátoldalán rárakott egy ilyen hajlékony fémszálat, és arra egy kis amerikai zászló. Igazi? És hallod, és akkor így végig hasítani a Torockó utcán azért... Annál nagyobb menőség nem volt akkor lőrincem. És olyat akartál venni, vagy arról álmodoztál, hogy egyszer lesz neked is? Igen. Sajnos soha nem jött össze. Mi azt csináltuk, hogy így tuningoltunk bringákat, és akkor megvolt például azt, hogy egy másik villát raktunk be egy vázba, amitől az egész egy kicsit megdőlt, és akkor hátrafelé tevődött a súlypontja, és fölraktunk rá egy kempingkerékpárnak a kormányt, és attól ilyen csopper jelleget. Tehát az egész Istenem. Végtelenül valahogy ezeknek az elérhetetlenségében volt a szépsége, nem? Tehát, hogy valami sokáig nem tudsz megkapni, és aztán megkapod, vagy egyáltalán nem lesz a tiéd, szerintem mélyebb nyomot hagy benned, mintha megkaptad volna, játszottál volna vele, mit tudom én, egy hetet, elrakod, és soha többet nem veszed elő, nem? És a legjobb, amikor megkapod, és nem érdekes.
Igen. Nagyon vágysz rá, mert és olyan ez, is igen. volt egyébként, amit így nagyon akarsz, aztán nem kapod meg. Mondjuk a Lego meg a Bringa az ilyen, az már hogy azt szeretted, az jó volt. Én nem tudom, ezek a régi kvarcjátékok, amit írnak itt a hat, hogy azok honnan jöttek, vagy kitaláltak, hogy az japán volt, kínai, vagy nem tudom mi volt, de hogy ott is annyinak olyan is voltak, volt, bocs. Amikor hoztam... Teknős ugrált valaki át, és vitte egyik oldalra a másik, talán kókuszdiók. Persze, teknősöket kellett átugrani. És behozta ezt valaki az általános iskolába, és úgy néztél rá, hogy nem hitted el, hogy lehetnek milliómosok a szülei. Közben kiderült nyilván, hogy még 600 forint egy ilyen. És akkor voltak ezek a dupla fedeles kvarcjátékok, emlékeztek rá? És az két játékot tudott. Két játékot tudott, vagy ugye két monitoron keresztül játszottad, amikor felhajtottad. Azért tudtad, már... hogy neked sose lesz ilyen. Azért mi már iskolatársainkat ástuk el a Halomi út erdőben. Aj, de jók voltak azok. És akkor egy képernyősöd volt ilyen foci labda elkapós, meg nem tudom, az a kellemetlen voltál. Snoopy is volt, tényleg. Az teniszezett Snoopy. Azóta gyűlölöm a teniszt, mert nekem olyan nem lehetett. Igen, és megkaptad egy percre, tiéd volt a világ játszottál, és akkor visszaadtad a tulajdonosának konkrét fizikai fájdalom, mert tudtad, hogy neked sose lesz. Még egy kicsit. Tudtad, hogy neked nem lesz ilyen, nem? Hát figyelj. Hogy erre nincs lehetőség, ezt nem fogod megkapni. Sanyinak az is volt. Sanyinak minden. Sanyék ilyen most már akarom tudni. Sanyék nagyon-nagyon-nagyon azért voltak menő, gazdagok. Mert nekik volt Ausztráliában egy rokonuk, és akkor ő küldözgetett mindenféle dolgokat, és például ő, hogy nagyon menő legyen, én nagyon szeretem egyébként, nagyon jó barátok voltunk, ő például még télen is a magasnyakú pulóver és ráhúzott egy Iron Maiden pólót, hogy lássák, hogy mennyire menő, de tényleg az is volt. Tehát, hogy azért kvarcjáték, banánüléses chopper bring. Hát ezek voltak. Igen. Jó, írjanak nekünk most szülők és gyerekek, jó? Azok, akik hallgatnak bennünket, és még nincsenek iskolában, hogy mi most itt lenyomtuk ezt a Lego kvarcjátékot, a gyerekek így most néznek rá. Jézusom, három öreg, milyen kellemetlen kvarcjáték. Király utcában bármelyik lomosnál. Érted, és ülnek a nem tudom milyen jelzői előtt, PC játék előtt, és azt hallgatják, hogy mi sirálkoztunk egy Western Bar kvarcjátékért. De hogy most mire vágynak a gyerekek, vagy most mi az, amiért gyűjt, vagy amire gyűjtenek, amit szeretnének, amiért rágják a gyerekek a szülők fülét, hogy mi a menő? Mi a menő? Tudjuk? Nem tudjuk. Fogalmam nem? Nincs. Nem. Ha nagyobb gyerekeink lesznek, akkor megtanuljuk. Jó, várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk a hírek után. 3:48 lesz pontosan 2 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt ugye a nagy telefonmániáról beszélgettünk, hogy valaki képes hetekig beállni, főleg hát ha nyilván üzleti érdeke van a dologban, másfél hetet állt ugye egy magyar srác, aztán eladta egy kicsivel drágában, és keresett 100 000 forintot, ami nyilván nem kevés pénz, kérdés, hogy másfél hétig állna-e ott az ember, hogy keressen ennyit. Igen, de itt a profitról volt szó, alapvetően nem fan volt. Igen. Arról beszéltünk, hogy ki miért rajongott gyermekkorában, és hogyha szülők hallgatnak bennünket most, akkor csak megnézzük, hogy a mai gyerekek mit szeretnének nagyon, vagy mi az, ami menő, mi az, amit rettenetesen szeretnének, de nem kapják meg. Hát írnak nekünk régi retro dolgokat is a hallgatóink, és írnak olyan szülők is, akik most küzdenek a gyerekkel, hogy azt vagy ezt nem vehetik meg neki. Azt mondja, hogy óvoda óta vágyom egy világítós edzőcipőre, 23 leszek, hol lehet kapni. Aha. Ez mi ez a világítós edzőcipő? Minden lépésnél. Akkor egyet villan. Gyerekek. Ne, hát a gyerek 5 éves, és már nem veszi föl az ilyen tornacipőjét, 23 évesen. De ez világmárka. Igen, de ő megkapta. Na jó, de most... Jó, de hát érted, a te gyereked megkapta, ő na, de nem azért, gondolom, a 23 évesen már nem akart villanos cipőt, hallod, nem? Igen, minden lépésnél villan egyet, tehát kicsit furi, de jó egyébként. Nagyon vágytam és könyörögtem éveken át egy számítógépes órára, de soha nem kaptam meg. Most meg tudnám venni, de így már nem kell. Születésnapomkor mindig eszembe jut, hogy hú, de jó lenne. Most is ez jutott eszembe, holnap leszek 40, így a Dudi. Ez a számológépes óra, ez a régi Casio? Amit hát, csak tudod, ízével tollal tudtál. Olyan pici gombok voltak rajta, igen. Igen. Nekem volt egy ilyen, és aztán azt megörököltem. Pontosabban nem én, hanem Móni. Ez egy teljesen fekete lapos óra volt, amin csak akkor láttad, hogy mennyi az idő, hogyha megnyomtad rajta a gombot, és szépen így elkezdett pirossal világítani. És ezt megörököltük a családból. Az én gyerekkoromban pedálos Moszkvicsra csorgattuk a nyálunkat. Egy gyereknek volt az egész lakótelepen, és mindenki azzal akart menni. Klasszikus. Hát nekem volt. Mekkora klasszikus. Még mindig fáj a szívem érte. Most vettem egyet a kisfiamnak, felújítottuk, és de a kisfiam rá se néz. Ez annyira tipikus, hogy ez a te álmodat egy gyerekkorod. Neki ez már. Mert ő már látott egy olyat valószínűleg a lakótelepen, vagy ahol laktok, ami egy ilyen feltöltős, tudod, elektromos. Igen. Most már vannak ilyenek. Én most múltkor láttam egy Hammert, egy ekkorát. Neked meg, tehát ő most mennyivel arra vágyakozik, mi meg mire vágytunk, a lábbal hajtós mozgás. Bizony,
bizony. De nem de az, hogy egy gyerek is rá sem néz, hanem az, hogy ő már nem fér bele. Igen, de valahogy egyébként szóval egészen más a mostani generáció, mert ha nem látott ő feltöltős hamert, se ül már bele, mert valahogy aha, nem így vannak kódolva. Tehát sokkal, sokkal digitálisabbak. Hajtani kell biztosan. Hajtani kell, old school, úgy néz ki. Valahogy nem tudod megmondani, de nem. Szerintem vennék egy ilyet a Beninek, kettőt tekerne, és egy, kiszállna belőle. Keresni egy valami nitros palac. Igen, és venne a futóbiciklijével. Tehát nem, szerintem teljesen máshogy vannak kódolva. Nekem a kedvencem az, amikor az óvisaim lecikizik a dióvetítőmet, mert ma már ugye a tablet a menő, és megkérdezik, hogy ez mi. Zsuzsi óvónéni írt nekünk. Hát ez mondjuk érdekes, mert ezt nem tudom, hogy minek az eredménye, hogy szoktatás eredménye, de nálunk például a legnagyobb csúcs, amikor az van, hogy nagy srácok sötétítés, diavetítés valamiért, pedig hát láttak már tabletet. Én ezt háromszor próbáltam meg a Beninél, kettőször nagyon jót aludt, és egyszer 5 percen keresztül fejen állt háttal a diavetítőnek, amíg én meséltem Old Shatterhand kalandjait, és rájöttem, hogy egész egyszerűen nem köti le. Betekertem, besötétítettem, tudod, mert előjönnek azok az élmények, amiket te éreztél gyerekkorodban, és azt gondolt, hogy ő is remegő szájjal fogja majd végignézni a nem tudom, a Winnetou kalandjait. És a gyerek így nézett nagy szemekkel rám, tudod, elkezdtem neki már betekerni. És lelkesen olvasta. És Old Shatterhand felemelte az ezüst puskát, célra tartotta, és akkor Benny! Fie, nem lehet, hogy fordítva fűzted be a filmet. Figyelj, megcsinálta, annyira bekészültem, semmi. Egyszerűen nem. Valószínűleg a mostani mesék, vagy már az agya gyorsabban pörög, vagy lassú neki, vagy nem tudom, pedig nem laptopozik sokat, meg nem néz sok mesét, csak egyszerűen nem. Kevés az akció, kevés a kép, nem mozog. Nem mozog, semmi. Apa, lefagyott. Alt kontroll, de el. 5 percen keresztül fejen állhat-e, és mondom, persze, állj fejen nyugodtan, csak amikor rájöttem, hogy úgy áll feje, hogy a fal felé, és mondta, hogy ő figyelj, csak hallgatja, na jól mondom, elnézé, hülyének, jól hagyjuk, ha felejtsd el, kihúztam, és soha többet elő nem vettem, tudod, megalázva visszapakolod a szekrényre, évek mentek el, hogy te tekergetted ezt, egyetem. De akkor neked mázlid van, a gyerek igen, szereti. Igen, valamilyen, nem tudom, nálunk ezt bírják. Igen. A múltkor rögtem nagyon távirányítós autó, nem tudom, kinek volt vágyálma, nekem van. Nekünk sose nagyon, volt. Nekünk, sose volt. Na, én egyet kaptam, ami úgy volt távirányításos, hogy kábeles volt. Tehát volt egy ekkora kis konzol, mondom, előre-hátra, egy méteres vezeték, amit csatlakozott. Követni kellett állandóan. És futottál utána gyakorlatilag. És nem tudtál még kanyarodni se, csak előre-hátra ment az autó. És most múltkor láttam egyet a játszótéren, olyan felfüggesztéssel és ja, olyan izével. Persze, és ott tudod, hogy már az első kerék a tengelye körül igen, megpörög, és ugye bárhova esik az autó, visszaáll a hátáról az elejére, és tud tovább menni. Nagyon kemény, igen. 6 éves kislányom a Budapesten felállított óriás kerékre gyűjt, a kertbe akarja. Ja, jó. Igen. 11 éves fiam mindenáron fémkeresőt akar ajándékba, világra szóló kincset akar találni, és rendületlenül hisz benne. Na de a balatoni homokban, kérdezi hát, saját. Egyébként igen, azt szerintem az jó, ha lehet kapni valamilyen olcsóbb keresőt, tehát, mert az a gyereknek jó. Hát igen. Aztán talál majd vele egy 88 mm-es fel nem robbant légvédelmi lövegnek a lövedékét, vagy egy taposoknál. Az nem annyira hát, szerencsés. Nézd a papa. Hát, vigyük be az acciba. 16 éves korom óta egy négykarikás RS5-ös autóra gyűjtök. Jelenleg 22 vagyok, és egy francia Clio-t tudtam venni. Ha jó, az jó, majd. Nem szabad ezt feladni. Tressz küldte nekünk. 30 évig vágytam arra, hogy legyen egy keresztpántos úszó dresszem. Az első ilyenemmel 3 éve átúztam a Balaton. Keresztpántos úszó dressz. Ezt küldte nekünk. Hát ezzel nem tudunk mi azonosulni, ugye? Igen. A gyerek egy Z4-es BMW-ért rágja a fülem. Na, hajrá. Mekkora? Egy-egyes méretű, vagy kicsinyített jó lesz? Én Lacika vagyok, 29 éves gyerek, és 18 éves japán ikerlányokra vágyom. Gyönyörű. Igen. Titokban gyűjtöttem a Tetrisre. Mikor megvettem, anyám azt hitte, hogy loptam a suliból, és visszavitte az igazgatónak. Azóta vagyok posztmodern, írja nekünk Robi. A gyerekek egy jó Tetris. Óriási most megnézed volt a grafikáját, meg az egészet, ahogy kinézott, forgatod azokat a kockákat, hát szörnyű. Rém kell. Megvan. 12 zenés? Persze. Tudtál zenét választani a játékhoz? És mindig ugyanazt az egyet használtad egyébként. És bármikor kimentél a kínai piacra, mindenki egy ilyennel játszott. Az megvan? Imádják. Hát kint volt. Igen. Már akkor 35 ezer volt egy Buffalo, ez hihetetlen. Egyébként Buffalo? Igen. Az ortopédcipők elődje. Ja. A csajok hordtak. Az egybetalpú magas. Az egybetalpú magas, igen. Úristen, iszonyatosan életveszélyes volt mindenféle tekintetben. Szörnyen ronda volt. Egy hogyha belépő volt a bokatörésre. Szörnyen ronda volt. De az is státuszszimbólum volt szinte, ha Buffalo-d volt, ugye. Hát az, fú, nagyon ronda cipő volt.
arról álmodoztam gyermekkoromban, hogy havi 40 ezeres fizetésem legyen, és egy ladám. Már a beglet, bár 34 vagyok. Doki küldte nekünk. A férjem most éli ki ezeket az elmaradt gyerekkori vágyait. Itthon van most kb. 30-40 óriási kétkazettás magnó, banánüléses bringa, fantasztikus retro számológépek, kvarcjátékok, legók és matchboxok. Gyönyörű. Hát, figyelj, ezzel én egy picit tudok azonosulni. Most nemrégiben forgatunk egy promót az új műsornak, és ott volt egy Music Center. És így megálltam így előtte, és így ránéztem, és egy ilyen japán Music Center volt, a maga idejében iszonyatosan menő lehetett, két kazettás, még CD-se volt benne, tehát is néztem, és így úristen, lemezjátszó volt a tetején? Basszus, igen. Ú, de jó. Hogy azért, bizony, az öt betűs nagyon-nagyon menő volt, és így végignéztem. És mondom, de hogy kinéz meg az egészet. Ja, jó, de persze. Nézed, és úristen, ezért rajongtam. Ekolézer is volt rajta, ráadásul olyan, amikor ugye kettő egymás mellett itt, csak együtt ott a tologatni, nem külön-külön. De hogy így, úristen. Igen. Megdobogtatta a kis szívem még most is. Érdekes dolgok voltak akkor ezek, igen. Na jól van, köszönjük szépen az SMS-eket, Óven bácsival és Beru nénivel játszunk már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint údolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafan csalogányai. Hát ez a nagy klasszikus műanyag külön zöld vagy kék színű amerikai BMX. Hát az elég. Egy álom, és az is maradt. Ez egy álom volt, és az is maradt. Sose. Szlovákiában. Sose volt, igen, csak voltak a cseh, igen, darabkák. Halló, jó reggelt! Szia, Balázs Attila vagyok. Attila, hello Attila, honnan hívsz minket? 13-ból, 13. kerület. Ennyi, köszi. Hozzá vagyok szokva. Azért vagy ilyen vidám. Igen, hát mert még nem nézett ki az ablakon, még ugye a belső, a szoba belső. Igen, neked volt valami, amire nagyon vágytál? Igen, volt egy fiatal koromban, láttam egy kerékpárvázat, és az nagyon megtetszett, és az sikerült idén megvennem. Na, hát az... Tehát nem pont azt, hanem egy hasonlót. Jó is ez. Azt hittem, az volt a vágyámat, hogy Lőrinci lehess a 13. kerületben. Csak más ide, csak onnan telefonatlan dolgokért. Miért? Igen. Mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni, figyelj! Jó? Locsolnak? Esik az eső? Nem zsír, és éppen rántott szeretetet annak. Egy gyönyörű, vagy szép húsdarabot. Igen? Aha. Sütnek? Aha. De tényleg, serceg az olaj. Igen. Sütnek valamit. Mutatjuk, hogy mit énekelnek, figyelj! Hallgatom. Szóval annyira jellegzetes, és annyira tipikus, hogy csak ilyen rövid részletet tudunk mutatni először. A telefonban kicsit rosszabbul hallani, mint a rádióban. Na figyelj, még egy ugyanilyen rövid lesz, figyelj. Na. Kicsit hosszabbat, kérhetem. Egyből a hosszabbat? Jaj, bocsánat, Pály Alexa a kedvesem. Oh! Mert nekem nincs most más, csak a kedvesem, az én kedvesem. Kollégám, sikeresen. Én még mindig szeretem ezt a dal. Komolyan mondom. Én még mindig nem. Én bírom, megvan az ajándékcsomag, gratulálunk. Jó, köszönöm szépen, köszönöm. Járjál, miért nem nyomok neked tapsot? Nyomjál, hogy kapjam meg. Nyomom, de nem ilyen. Mindegy. Na, már figyelj. Köszönöm. Analóg taps volt egy kicsit, igen. Jó, megvan az ajándékcsomag. A kollega mondta be akkor? Igen, úgyhogy ő is kap belőle valamit. Mázli volt, mert épp kérted volna hosszabb részletet. Igen. Jó. Küldjük nektek. Jó, köszi a játékot. Én köszönöm. Sziasztok. Ciao, hello. Valaki azt írja, régóta szeretik egy jó kis milfet. Hát, ezzel. Gyermekkorunkban is sokat álmodoztunk arról. Ott még mindenki milf volt. Ezzel nem könnyű nem azonosulni. Na mindegy. Én le is mondanék a banán, üléses bringám. Ugye, hogy kicsit más a dolog. 5 perc, ha pontosan 8 óra jönnek a legfrissebb hírek, mi pedig jövünk a hírek után. 8 óra múlt pontosan 10 perc, Richelieu jövő írja nekünk, hogy a Lánchídra mászók himnusza volt ez a jump. Hát, igen, egyébként a Lánchídra másznak föl. Nem, a Szabadsághídra. A Szabadsághídat szeretik inkább, igen. Igen. Ott könnyebb fölmászni, vagy az a legmagasabb? Igen, vagy könnyebb. Tehát a Lánchídra is egész jó fejjutás, hát ott simán fölmész. Nem.
Nem, mert hogy ott egészen föl tudsz sétálni, de csak ezekig a pillanokig. Onnan már nem, mert olyan nagy a magasság, hogy nem tudod átidani. Azoknak a tetejét csak belülről lehet fel. Jani már próbáltad. Persze, többször lehoztak már. Ne itt a másikat, másikat nyomj. Miatt ott volt mindig dugom, mert többször ugrani akartam? Nem, engem soha nem vettek észre, mert szabad szemben nem vagyok látni. 8:11 szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és hát próbáljuk elkezdeni ezt a hetet annak ellenére, hogy szörnyű híreket kapunk már, ami az időjárás illeti. Szerdán már, gyerekek, tényleg hóesés. Hát ezt ízlelgetni kell. Tegnap még 30 fok volt. 30. Bizony, hát igen. És ennek vége. A Farkashegyi repülőtéren mulattuk az időt gyermekünkkel. Érted? Olyanok voltunk, mint a Majálisz című képen feküdtünk a fűben. Erre kosárka volt. Kosárka, habros, minden megterítettünk. Erre mit mondanak? Szerdán talajmenti fagy. De azon gondolkodom, hogy ez mit érdekel téged, mert egy hét múlva már 40 fokban leszel Afrikában. Ó, de na, szép lesz. Még ne, egy hét múlva még nem. Szerdán indulunk. Ja, úgy szerdán. Hát ez csak hallgassam, mert te meg szombaton jössz, úgyhogy nem sokkal többet nyersz. Írja valaki, szerdán jön a törpe cukrász, a talajmenti fagy is. Jaj, de jó. Talajmenti fagy. A törpe cukrász, igen. Mi lett a 8 utáni rockkal, Tomcsika kérdezi. Gyerekek, ez volt. Ez. Hát ez volt a Van Halen Jump, kicsit ez a soft rock. Igen. Hogyha nem lenne benne ez a szörnyű billentyű téma, akkor szerintem ez egy jó kis szám lenne. Hát attól híres a dal. Aha, igen, ez a baj. Ezért írják azt, hogy hol van a rock, mert hogy egyébként, de Eddie Van Halen egyébként rettenetesen komoly gitáros. Mondjuk, és David Lirot is nagyon szép spárgákat tud csinálni. És jól áll rajta. És jól hallja. Na nézzük a közlekedés híreket. Baleset a 86-oson Szombathely és Körment között. Rendőrök irányítják a forgalmat. Aztán szerdán reggel már talajmenti fagy is van, igen, kérek tőle 2 gombócot, ezt többen elküldték, köszönjük szépen. A gyulai határátkelőn körülbelül 3-4 óra a várakozás, borzalmas. M1-es Asfészeknél Győr felé kilométer és dugó, micsoda, autópálya felügyelet nyírja a Bokrot. Ezt tényleg hétfő reggel kell csinálni? Gratulálok, kérdezi Laci. Hát a sose jó, ha szerda, az mindig zavaró, maximum hétvégén. Na, trüssi, trüssi, na. Ha szerd a zsákba macska, ezt mondtad? Az volt? Óriási volt. Ha szerd a zsákba macska, ne felejtsék el. Ha szeditek a malária elleni gyógyszerre? Nem, nem szedjük, nagy bátrak baj vagyunk. Bár... nagyon nagy baj. Te szeded? Nem. Aha, értem, oké. Most bejött egyébként a műszaki igazgatónk, és minden nap ilyen új trükkökkel. Aki szintén jön ki. Igen, próbál meglepni, és most azt mondta, így megállt velem szembe, tudod, amikor így látod a másikon, hogy na most tényleg olyat fog mondani, ami, tehát hogy ülj le inkább. Szemembe nézett, kezet fogtunk. Azt mondta, szeretlek. Azt mondta, hogy szeretlek, ezüst koloid. Ezüst koloid? Ezt mondta, hogy kérdezi. Ő is kérdezte, hogy szedsz-e malária? Mondom, nem szedem Gyulát ma. Ezüst koloid. Hát ez jobb, mintha azt mondta volna, hogy meleg vagyok, és bejössz Feri. Hát sokkal, szerintem is. És kérdeztem, hogy mi az Gyula, és mondta, hogy atomi részecskék vannak ezüstből oldva a vízben, mert régen, amikor a tejet nem akartad, hogy megsavajodjon, akkor ezüstkanalat tettél bele. De jó. Érted? És a tejet megmenti az ezüstkanál, akkor bennünket is megment az ezüstkoloid. Feri, minden reggel dörgöljük le egymás testét ezüstkoloiddal. Sem mondta, hogy Gyulának, hogy Gyulán keményen szart elhinni. Igen. Próbált, mondtam, jó van Gyulus, semmi baj. Gyula, ne vegyél meg mindent, amit itt a tévében árulnak. Reggel 10-től délig. Mi is szeretjük 11. az IBM magazin, de nem hiszünk el mindent, amit le van benne. Mindent megköt, érted? A maláriát megköt. Aha. Mondom, hogy kötni meg Gyula? Meg kicsit, a hajadat. Tényleg. Gyerekek, nem kell aggódni egyébként a maláriától. Tehát, nem. Abszolút nem. Annak ellenére, hogy masszívan malária gyanús területre megyünk, jövő héten szerdán, ugye nem kell félni, azt olvastam, hogy igazából a maláriában nem a láz a nyomasztó, még nem is az, hogy most ott 41 fokos lázad van, hanem az, hogy állítólagosan masszív halálfélelemmel párosul. Na, tök jó. Tehát állítólag olyan a halálfélelmed van, amit egyetlen betegség vagy fertőzése tud okozni, tehát egy ilyen lázas görcs. Aha. De ha valaki volt maláriás, egyébként telefonáljon nyugodtan, szívesen meghallgatjuk. És nagyon erős halálfélelem. Tehát valami olyan vegyület, hormon, nem bármi ő szabadul föl az agyadban, ami azt táplálja, hogy itt a vége. Hát ez nem is a láz a rossz, mert az egy kis
lázcsillapító és lejjebb megy, nyilván kis túlzással, nem ennyire egyszerű a dolog. Az a baj, hogy mi ugye mivel szerdán ki fogunk utazni, tehát mi már ez a halálfélelemhez hozzá leszünk szokva, amikor te kijössz felé. Mert amikor te szombaton jössz, akkor te még csak ezt kezded. De mi már edzeni fogjuk magunkat úgy, nem biztos, hogy találkozunk malária szúnyogokkal, viszont mondták, hogy van egy-két utca Nesprouitban, ahol nem menjünk el, például a Zulu utca 2, és mi oda fogunk járni, és szoktatjuk magunkat a halálfélelemhez este 10 után. Nagyon jó, négyféle malária van, én utána olvastam a dolognak. Na jó, azért te is készülsz, látom. Hát azért meg, mert megnézem, hogy mi van, és mondták, hogy tényleg tökre nem veszélyes a dolog, gyakorlatilag egy ilyen 30, illetve 70%-os halálozási ráta van, attól függően, hogy egyből, egytől négyig melyiket kapod meg. Na. 30 vagy 70? Hát igen. Sok esélyt nem hagytak. De hát nézd, ha 70% az esélyed, akkor 30 még mindig van, hogy megúszod. De mi a 2-es típusút kapom, mert rosszabb, mint a 4-es típusút kaptam el? Én azt hiszem, a 4-es a legrosszabb, ott egy 70-es be tudsz húzni a dologba, tehát a májad szétesik, úgy kezdődik a halálfélelem után közvetlenül a dolog, és akkor utána neked már mindegy is lesz. És ami szép benne, hogy hazajössz, megnyugszol, és karácsony előtt hazajön a Benny az oviból taknyosan, egy kicsit meg van fázva. Apa elkapta, gondolod, lázas lettem. Jó van, hát beveszem ezt a kis forró italport, amiket ilyenkor szoktunk, meleg tej, akár kis neocitrán, jó a neocitrán, de jó rá, és kiderül, mert nem mész orvoshoz, hiszen kikezeled magad, eddig is kikezelted magad otthon, kiderült, hogy ez nem megfázás, az a malária. És mire eljutsz a kórházba, addigra viszont látásra. Bizony. Oh! És az extra életbiztosítás meg lejár, amikor visszaérsz Budapestre. Hát ez az. Jaj, de szép. Ehhez képest nem számít, hogy mit tudom én, egy kanzsírát megpróbál majd téged. Jöjjön, sőt, várom. Várom. A családtagnak tekintené szépen rádra. Ha nem gyorsabb halál, hogyha az Zulu utcában végigrugdossuk az összes kaput. Tessük túl rajta. És mi is tudjuk, hogy ez a vége. Még egy apróságot mondanék, hogy ugye a celebek folyamatosan kint vannak a dzsungelben. Rájuk nagyon vigyáznak. Védőoltás ránk is. Egyébként csak mi hülyék vagyunk, mert nem szedjük a malária elleni gyógyszert. Nekik kell. Minden, hogy ne, ők ugyanúgy végigkapják az összes védőoltást, malária elleni gyógyszert, hát ugyanúgy mindenkire vigyáz a csatorna, csak van három hülye, aki azt mondja, hogy engem úgyse. Jó, mondom én, tehát ők vannak a dzsungelben. Igen? Én vagyok a szállodában. Tehát a rádióstúdióban. A rádióstúdióban én sem megyek ki a malária által veszélyeztetett területre. Ki az a két ember, aki viszont megteszi ezt minden nap? Hát azok mi vagyunk. Na, pontosan, gratulálok. Én most még megyek az oltóközpontba. Aha. Ezen a héten ráfirtatok, csak állítólag ugye az van a malária gyógyszerrel, hogy egy hónappal előtte már el kell kezdened szedni. Igen. Tehát most már... Jó, okay, akkor beszedjük egybe a lemaradásunkat. Hozd meg, akkor a buli lenne. Úgyhogy az a baj ezzel, hogy hiába kapunk majd ott fényt az oltóközpontban, mert azért egy hastifusz meg egy hepaábi, azért azt még be kell szuratni, de hogy közben ugye... Hát ha te lemaradsz róla, akkor már nem alakul ki védettség. Mondjuk azt, hogy egy hónappal később megyünk ki. Igen. Mi az erősebb? Tehát melyik az erősebb? A HEPA-AB, a hastifusz, a Pars Krisztián, vagy az ebola? Nyilván az ebola bennünket nem fenyeget, tehát aki tényleg látja a térképet, az tudja, hogy hozzánk az ebola által sújtott országok a Dél-Afrikához képest olyan messze vannak, mint Európához képest. Igen, tehát, hogy óriási távolságok vannak. Ott van egy tenger. Ja, az ebola nem szeret hajózni. Nem. Utálja. De mi az erősebb, hogy a malária, mit tudom, ki oltja a hastifuszt? Vagy vannak, tehát az egyik üti a másikat? Aha. Uh-huh. Tehát, amit tudom én, te... Na, köszönöm. Jó, most, jaj, és mit, nézd a keselyűt, nézd, milyen cikkeket hozott. Na, mit hozott a dögevő? Átterjedhet az ebola. Köszönjük szépen. Jó, de gyerekek, itt csak azt mondom, hogy azzal fenyegetek, hogy Indiába. Indiába. Aha. Jó, akkor az, ugye az nem ugyanaz a kontinens. Mert a nyugat-afrikai része nagyon sok indiai él, és valaki hazahurcolhatja a kort Indiába, amit ott szintén nem fognak tudni megállítani. Király. Mert hogy Indiában is gyakori, hogy az orvosok és az ápolók nem viselnek kesztyűt. Tehát elkapnánk a ragályt, írja egy cikk egyébként. Jó, de nekünk az ebolától nem kell félni. Csak kérdezem, hogy mi az erősebb? Hát az ebola mindent visz. Az a mindent vívő? Tehát az olyan, mint az autós kártyában? Az olyan. Tehát akkor szerintem örülsz, ha előtte van egy kis maláriád, mert akkor abból még van visszaút. Bizony, de a csúcsal egyértelműen Bunyos Pityú áll. Hát figyelj, őt Tyson is alig tudta megfektetni, érted? Nehogy már itt érted, egy kis nyomorult szúnyogok majd bármit is kezdjenek vele. Figyelj, gyere már ki nekünk ilyen szúnyog elkapónak. Menjen a halál. Ott fog. Azt mondom, hogy te annyira magasabban vagy, hogy esélyük nem lenne például Janira szállni. Így van. Tehát, hogy te mindig a Feri mellett áldogálnál majd kint,
Csak ott követnéd, és ott állnál mellette. Ennyi. De az nem jó, mert meg olyan magas vagyok, hogy már elszédülnek a szúnyogok, odáig nem mert följönni. Tehát kit fog megtámadni? A közép. Nem veszi a közép, nagyon itt fölém nem tud jönni, te vagy az. Hoppá. Hát majd megkérjük Ferit, hogy akkor dobja be a George Joker-t, szívvel begyem a sok szúnyot. Tényleg egyébként egy ilyenre kivetnél? A dzsungelben, ahol majd mi lesz, szív felvegyen, és valahogy átmész az ország a másik rész, és fújt ki vegyem. Ja, jó lesz ez. Abban van a vitamin. Abban bizony. A celebeket nem fogják bántani, mert ők három ennyi nap után már annyira lelakott állapotban lesznek, nekik hogy igazából nem fog senki rájuk szállni. Ő ezt szúnyogot fognak lenni. Ja, Istenem. Na most mi a, valaki írja már meg ezt az ezüst kolloidot, hogy az most jó-e maláriára? Mert a Gyula szerint jó. Engem csak egy érdeke, hogy az ibuprofen az jó-e a dengilázra. Anyám azt mondta. Azt mondta? Azt mondta. Ibuprofen. Az minden megold. Az egy hatóanyag. Hogy az jó. Amikor nagyapád lalak ide. És tudsz szerezni? Tudsz szerezni ibuprofen? Jó, megoldja, vagy vinnem kell esetleg, nem tudom, mit tudom. Kicsi fiam, ez még belé diktálom gyorsan. Kis csukamáj olajból baj. Nem lehet, te is nagyon jól tudod. Gyerekeknél, például a gyerekeknél a Belladonna nevezetű homeopátiás szer kiváló lázcsillapító. Ezt nem mindenki. És az Entrexben is egész jól énekel. De nem tényleg, tehát hogyha viszek egy kis homeopátiát, az segít? Mert ennek most már hosszú évek óta nem adunk. Hogy a viharban esik? Orvosi lázcsillapító, mert a Belladonna nevű homeopátiás készítmény nála nagyon bevált. 38, az leviszi a lázat. Egyébként tényleg döbbenetes. Ha valaki nem hisz a homeopátiába, egyszer próbálja ki gyereken. De én kis viszem a kis golyócskáimat. Mit hozott magával? Imádom. Úgy fogsz kinézni, mint a Luferi nyom a Pumping Ironba, hogy állotta ízi a kandalló mellett, és reggel beveszi a kis szereit, ahogy felkészüljön a következő Mr. Olympia, és igen, 1, 2, 3, kis jó, 4, 5, 6, a kalalas, igen, a bogyos, ja, igen, itt van még a homeopátiás, itt van még a bedörgölős, és izé, Balázs, készülj már, menjünk már indulunk kell, lekésünk, hogy még ezzel ki, a kékből egyet, a pirosból a zöld. De most hülye vagyok, tényleg nem néztem utána, hogy például malária ellen van-e homeopátia. Nyilván, hozzad. Hozzad. De ti nem hisztek a homeopátiára, ugye? Nagyon hiszünk benne. Malária ellen az olyan jó a homeopátia, hogy ez hújúj. Nem baj, Feri, te majd akkor csak szintén az apátiát választod. neked már csak az mondani. Gyerekek, végülis nem késő eldönteni, másfélét is indulunk, tehát hogy nagyon nem kapkodjuk el azért. Majd hallgassuk vissza ezt a megszólást, mikor valamelyikünkkel történik valami. Jó, játsszuk be ezt saját magunknak. Igen, emlékeztek, milyen vidáman nevetgéltetek ott a reggeli műsorban? Írja majd egy hallgató, igen. Szimplán légycsapó. Megvan, ez Zoli írja, hogy tutit. Fecskét vigyetek magatokkal, elkapja a szúnyogot. Tök igaz. Rákötöd magadra egy egyméteres madzaggal, jön a szúnyog, kész. Igen. Van egy hallgatónk, itt van velünk. Péter, jó reggelt kívánunk, hello. Jó reggelt kívánok. Hello, Péter. Péter vagyok. Hello. Te voltál maláriás? Hát én voltam már kétszer is. Na. Indonéziában dolgozok, és ott kaptam el. És úgy, de miért nem szedted a gyógyszert? Vagy miért nem védekezted? Hát ezt a kedves gyógyszert, ezt nem igazán lehet szedni hosszú távon, mert hogy a májadat jobban nyírja, mint a malária. Igen, van a régi típusú, állítólag abban nincs túl sok vitamin. Van az újabb, amire azt mondják, hogy sokkal jobb, mint a régi. Hát kétféle van, amennyiről én tudok. Igen. Az egyik a Malaron, az az újfajta, azt még rövidebb ideig lehet szedni, mint a Lariamot, mert a Lariamot azt csak hetente este kellett szedni, de a Lariamot hosszú távon sokkal több anyagot visz be, pár napi szinten kisebb adagokba. De viszont jó ír nekünk, hogy ezek szerint túlélted, ha csak nem egy médiumon keresztül beszélgetünk most veled. Abszolút túl lehet élni. Én úgy kaptam meg, hogy mivel kim voltam több hónapon keresztül, ott egyszerűen megcsípett. Annyit kell tudni a maláriáról, hogy a lappangás ideje az elég hosszú, tehát ilyen tudtam már 40-45 nap, amit Indonéziában el lett kapni, én úgy tudom, hogy a többinek is. Tehát egyszerűen a védekezés szerintem annyi, hogy a hosszabb időre megy ki az ember, hogy mielőtt eljön ezekbe az országokba, ilyen gyors teszttel a kórházakba, ezt meg lehet nézetni. És mielőtt eljössz, hogyha benned van a malária, de még nem jött ki a szervezeteden, akkor 3 nap alatt egyszerű gyógyszerrel ezt kikezelik belőled. A párom is volt, mikor várandós volt maláriás, benne volt a vérébe, de rajta nem jött ki, és ő rajta is még várandósan és 3 nap alatt kikezelték. Rajtad kijött egyébként a malária? Rajtam kijött. Na és mik a tünetek? Hogy nézel ki? Mi fáj? Hát konkrétan minden fáj, tehát olyat nem tudsz találni magadon, ami ne fájna, ellenben az nagyon, és ekközben még azt kell eldöntened, hogy a WC-re rohanjál, csak nem tudod, hogy az elejedet vagy a hátuljadat tedd a WC felé, mert lent is akar jönni a dolog. És ez a konkrét halálfélelem, ez tényleg van?
Hát nekem halálfélelmem nem volt, nagyon nem is tudtam magamról 3 napig ellenben nézni, hogy jába ezt úgy kezelték a helyi kórházba, hogy befektettek a kórházba 3 napra. A második nap délután 6 órakor így kérdeztem a dokit, mikor már hogy magamhoz tértem, mert folyamatosan infúzióba kaptam 3 nap alatt 54 darab antibiotikumot. És akkor a második nap délután így megkérdezte a dokit, hogy hát most így akkor mire számítsak, hogy így még ezt így túlélem, vagy valami rosszabbra számítsak. Azt mondta, hogy így megnézte a korlahomat, megnézte a szememet, mert az besárgul, például ez egy jó jel, hogyha besárgul a szemed, ugye először sárgaságot okoz, mivel a májadat támadja meg, megnézte a korlakot, láz, minden. Azt mondja, holnap 9 órakor lesz még egy lázromod, az elmúlik, utána hazamehetsz, mert már nem lesz több. Na hát másnap reggel 9:05 jött a lázroham. Vége lett. Apa hagyta, hazamentem, azóta nem jött elő. Ez biztató, ez biztató, ez jó, ez jó, ez jól hangzik. Jó. Ez védhető. Szóval túlélhető a dolog. Aha. Most lehet, hogy van halálfélelmed, csak mivel eszméletlen vagy, ezért nem. Hát konkrétan ez így lehetett, igen, mert állítólag csak arra ébredtem föl, a párom ott mellettem, hogy rázták a kezemet, mikor éppen az infúziót nyomták a kandülbe, de arra így nem emlékszek semmire, hogy 2,5 napig. Tehát... Ahova nem akarok kerülni infúzió közelbe, az egy afrikai kórház. Tehát akkor viszek is infúziós sáványt, berakom a branült magamnak, beültetem. Ezt én is így gondoltam Indonéziába, mert nem volt más választás. A kórházba, akkor kérdeztem, hogy hova megyünk a páromat, és mondtál, hogy a korteremben, mondom, csak nézed, hogy minden steril. Ezek után mondták, hogy meg kell maradni, annak annyira nem örültem, majd kérdeztek, hogy hova feküdjünk, és akkor mondták a páromnak, hogy hát van egy VIP szoba, hogy az jó lesz, és akkor én csak annyit kezdtem, hogy van ennél drágább, ami biztos jobb. Mondták, hogy nincs, akkor oda mentünk. Na jó, hát ez fontos dolgok ezek, jó? Igen, de a lényeg, hogy jól vagy, úgyhogy ez köszönjük. Abszolút. Igen. Úgyhogy én javaslok egy vérvételt, mielőtt eljöttök. 10 perc az egész, az ilyen helyeken azonnal megmondják, hogy benne van a véredben. Ennyi idő alatt nem tud kijönni, tehát egy hónap, hogyha kint vagytok, nem tud kijönni igazából. És itthon ezt nem csinálják meg, mert a vérvétel említése kint egy afrikai orvos. Nem, hazajössz, meg tudod, hát bemész a persze. Itthon nem csinálják meg, mi hazajöttünk, úgyhogy maláriások. Nem csinálják meg. Elmentünk a Szent Lászlóba, és azt mondták, hogy ha majd maláriások leszünk, akkor vesznek, de amúgy ezt nem szeretnék megcsinálni, ameddig nem küldenek be valamilyen tünettel. Tehát itthon nem csinálják meg így. Aha. Amely kicsit erőszakosabbak leszünk. De. Hát, igen. Oké, köszi, hogy elmondtad, vigyázz magadra. Én is köszönöm, sziasztok. Hello. Ciao. Most kapom az infót, hogy Dengi Láza is volt, de az minket ott nem fenyeget. Dengi Láza, ember, az már mindegy. Emberünk mindent összeszed. Figyelj, te ugye Egyiptomon keresztül mehetsz, neked alkohol nem lesz a gépem. Dehogy nem lesz meg. Hogy ne lenne, minden kapható. Ott minden kapható. Csak mondom, hogy szerintem viszont mi lesz a sprit és üvegbe. A kis bőröndödbe viszont tegyél. Mert azért két dolog van, ami mindent megold, az Erős Pista meg a Magyar Pálinka, nem? Tehát, hogy bármit elkapunk, ez segít. Valami kis turbosítót. És állítok hasmenésre is jó reggel este egy, hogy hívják, egy kupica. Egy kis pál lesz? Igen. Igen, úgyhogy egy 5 literes üveg már nekem be van. Figyelj, mivel te 2 hétre és neked annyit cuccot nem kell hozni, tehát neked beférnek az üvegek, szépen hajtogass be őket újságpapírba. De vigyek nektek is? Hát igen, nem? Azt meg hát hát akkor Jani reggel egy felessel innen. Nekem legyen az, aki... elég az, amit kipárologtatsz magad. Majd közelülsz néha. Igen, hát is rettenetesen be fogsz rúgni. De most komolyan valamit hozol, nem? Mert viccesz. Hát anélkül nem indulunk el egyébként sem nyaralásra. Egy vágott sonka, egy pálinka, meg 2 rúd házikon. Kicsi kolbász legyen benne. Most mit teszünk? Így van. Majd amikor neked hozzák ki a zsiráfnyakat párolva, én meg vágom a gyönyörű sonka szeletet. Olyan zökkenőmentesen eszed meg a denevér hústot, hogy észre se veszed állítólag. Olyan fokhagymás, olyan jól van elkészítve, hogy utólag tudod, ha nagyon kíváncsi, hogy megkérdezi, hogy mit tettél, de hogy álltok, szenzációs. És mutatja, hogy... Igen. Nem, hát hogy ők ott úgy eszik például az ilyen típusú sokat, mint te itthon a csirkét. Aha, tehát, hát madár. Madár, csak igen, nem biztos, hogy neked csirke lesz a tányérodba. Csak arra legyen figyelj majd felé, hogy ne legyen ilyen 6-8 darabból összekötözve, mondjuk egy ilyen kis virsli köteg, jó? Mert ez teljesen másképp mutat egyébként bent a csomagban, ha átvilágítják, érted? Jó. Amiatt ne legyen gond. Igen, az egy picit félrevezető lehet. Jó, figyelj, ezüstkoloid és a... Igen, jó. Sok ezüstkoloid. Sok ezüstkoloid és rengeteg alkohol. Igen. Egy gallon ezüstkoloid. Jó? Jó. Ez lesz a megoldás. Úgy gyerekek, hát lesz kaland bőven. De még jövő héten itthon vagyunk, már jövő hét szerdáig.
Így van. Addig be kell felejteni a memóriainkat. Az mindent leadok addig, igen. Fél kilencben pontosan hármas ugrásra lehet jelentkezni, vagy pontosabban nem, hát lehet, de közben ugye ezen a héten egy kicsit más típusú hármas ugrás, abból a szempontból hogy nyomtatókat lehet nyerni. Úgyhogy van egy e-mail cím, amit mi a múlt héten nagyon sokat mondtunk, de majd még bemondjuk. És ide jelentkezhetnek azok a cégek, iskolák, kórházak, óvodák, bölcsödék, akiknek szükségük van nyomtatóra. Ráadásul nem is egyre, hanem többre, mert hogy sokat adunk. Úgyhogy ezen a héten olyanok jelentkezenek a hármas ugrásra, akik valamilyen kollektívában dolgoznak. És lehetőleg olyan helyen, ahol mondjuk örülnének egy, öt vagy tíz darab nyomtatónak, mert ebből hiány van. Jó? Úgyhogy jönnek a hírek, mi pedig jövünk a hármas ugrással a hírek után. 3:49 lesz pontosan 3 perc múlva. Kint szikrázó napsütés van, hosszú lyuk, kapucnizsra jöttem, ami hidegfrontot mondtak meg, hóesés, szerdára. Én az előbb voltam kint, akkor csöpörgött az esőpont. De nincs ideg. De nincs, hát nem vészes. Lehet, hogy még a nyugati ország részben van, és jön szépen ide. Igen, ahogy írja valaki, M3-as Nyíregyháza felé a 106-os kilométernél Molkút most álltak ki fotózni, Sir Rumcáiz küldte nekünk. Köszönjük szépen. Aztán azt nézem, hogy... Jó Isten, ezt nem tudom beolvasni. Az annyira szeretem, amikor földolgozza az SMS-eket. Igen, kell az információk elegyíteni. Igen, gyulai határátkelőn kb. 3-4 órás várakozás van, borzalmas, ezt több hallgatónk is elküldte nekünk. Győr felé az M1-esen van egy trafi, illetve nyírják a sövényt, és ez okoz némi fennakadást. Aztán a 6-os út 96-os kilométerénél teherautó borult az árukba, műszaki mentés most kezdődik, félpályás lezárás várható. Ezt Galaxis Gabi küldte nekünk. A Püspökladány 42-es főút pedig van egy trafipaxi, elég sokan belefutottak, úgyhogy ott is figyelje mindenki. Zalában tegnap este óta esik. Hamarosan Pestre ér, ne aggódjatok, korán kelő kenyeres. Köszönjük szépen. Nekünk. Köszönjük szépen. Kösz. Na ugye a hármas ugrás ezen a héten egy picit más, mert hogy olyan játékosok játszhatnak, akik képviselnek egy munkahelyet, egy iskolát, egy óvodát, bölcsödét, kórházat. Akinek szüksége van nyomtatóra, egy picit szeretnénk segíteni, mi is, meg hát nyilván az is, aki felajánlotta, és ezért sok nyomtatót adunk. Tehát lehetőleg tényleg olyanok jelentkezzenek, akik vagy egy rendelőintézetben, vagy valamilyen egészségügyi intézetben dolgoznak, nincs nyomtató, folyamatosan elromlik, fel lehetne szerelni vele magát az intézményt, de nem kaptak eddig rá támogatást, segítséget, vagy bármilyen költséget, és hát mi tudunk így segíteni. Méghozzá úgy, hogy adunk először egyet, aztán ötöt, és azt hiszem a legutolsó kör az meg már 10 nyomtató talán, azt ugye? De jó. Hogy valahogy így vagyunk, igen. Szóval minden esetre sokat adunk. Ezek magánszemélyeknek picit sok lenne. Igen, 10-en nem lehet mit kezdeni. Minden helyiségben van egy. 3. Az mondjuk menő, és a retyón is tudsz nyomtatni, igen. Na most csak mondom, hogy egyébként olyan nyomtatót adunk, amihez nem kell a retyóra is tenned, mert így wifivel össze van kötődve. Tehát, hogy neked még össze se kell dugni a cuccot. Wifi is? Uh-huh. Tényleg? Hát például, hogyha nyomtatni akarsz, akkor ugye... Az jó. Hát már igen volt ez összekötős, igen, nem? Most már nem kell. Más azért egy ideje van ez a wifi-s nyomtató. Van, hát csak nekem, tudod, vidékinek. Ja, hogy neked ez új, mert hát, hogy azért egy ideje már, azért már minden laptophoz nem nyomtatunk, vagy nem fűzünk be egy USB kábellel egy nyomtatót. Én a laptopot se értem, hogy ilyen laposba, hogy félre lennyi alkatrész, ami a nagy dobozba szokott benne lenni. Én ezt se értem, de az tényleg tuti ilyen nyomtató van. Igen, egyébként rengeteg e-mail jött. Nagyon sokan szeretnék már ezeket a nyomtatókat. Na, megnézzük, hogy ki a hét első játékosa. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Halló, jó reggelt! Sziasztok! Szia! Edith! Hello, Edith! Végre! Hello, de örülök, hogy sikerült elkapunk veleteket. Na, írtál nekünk e-mailt, ugye? Igen. A kollégák nevében, meg az intézmény nevében. Igen, a hármasugrac@klasszfm.hu ezt az e-mail címet használjuk, és csak ugye ezen a héten, és ezt pontosan azért csináltuk, hogy ide írjon nekünk mindenki, aki szeretne nyomtatót. Te hol dolgozol? Én szerencsére a rendelőintézetben. Rendelőintézet. Igen. Egy 94 fős rendelőintézetben dolgozunk, aztán nagyon nagy szükségünk lenne a nyomtatóra. Ez a gyerekrendelő, felnőtt rendelő, vagy a kettő egyszerre? Minden.
Uh-huh. Tehát járóbeteg szakellátás, és ebbe minden bele tartozik. Tehát. Ó, hát akkor nektek ott rengeteg receptet kell kinyomtatni. Meg... Hát igen, folyamatosan használnak a gépek, igen. Ambuláns lapok, ugye? Talán így hívják őket. Azokat hát azokat nyomtatják főleg, igen, mert receptet, meg mindent, amit csak létezik, mindenre felhasználjuk. Akkor nagyon jó helyre fognak menni. Igen. És akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy ott másodállásban közben szerelitek ezeket a nyomtatókat? Most vagy azt az egyet, ami ott van? Most szabályszerűen beletanultunk, igen, most már. Ez van, folyamatosan szerelgetjük, meg hát ugye mindent a tonertől kezdve, tehát a festékpadon mindent cserélünk, úgyhogy már most nagy szakály emberek vagyunk ebben. Tudom ez milyen, amikor egy nyomtató van, és mindenki ezt körbeállja, a patron cserél benne, üti, igen, veri. Ne küldd el, veragad. Vagyunk, igen. Igen. Figyelj, itt írsz valamilyen versikéről, de én azt nem találom, azt hova küldted? Hát oda. Igen? Nem, azt nem kaptátok meg? De azt becsatoltad, vagy? Persze, mellékelve volt, igen. Ja jó, akkor azt lehet, hogy innen nyomtattak ki ezen, azt nem látom. Meg azt olvasom, hogy a csütörtöki rovatot szeretitek nagyon? Mi minden rovatot szeretünk, minden egyes rovatot. Aha, jól van. Oké, Edith, na figyelj, hát akkor nézzük a dolgot. Ha megy az első kérdés, akkor megvan egy darab nyomtató. Igen, aha. Igen. Ha szeretnél tovább menni, akkor meg lehet 5 darab nyomtató. Azt a neki. És a végén 10 darab nyomtató. Ja, én azt hittem az előbb, hogy mondtad, hogy ezt majd hétvétem, majd pénteken. Uh-huh. Nem, ez így most itt kiszórunk itt sok nyomtató. Tehát az összes fülkébe, helységbe, budira, mindenhol nyomtathatok majd külön-külön. De tényleg, tele lesznek nyomtatóval. És ha... Ja? Ha véletlenül a harmadikat elbugjátok, akkor küldjétek el e-mailbe, jó, és akkor itt kinyomtatunk minden. Oké. <Okay. gül> És futárral vissza. Igen. Na jól van, mehetünk akkor? Mehetünk, persze. Vágjunk neki. Így szól az első kérdés dedikált nyakbaakasztója. Hogy hívták azt az óriás termetű bibliai alakot, akit egy pásztorfiú győzött le egy parittyakővel? Góliát. Így is van. Góliát, a filiszteus, állítólag az utolsó óriások egyike volt. Legyőzték. Hát azt annyi lett neki, öcsém. Lenyomták, mint fényeket. Szomorú történet. Menjünk tovább. Igen, már megvan egy darab nyomtató. Csak igen, ne kapkodj. Igen, meg a kollégák, én mondtanak, hogy menjünk tovább. Ne kapkodj. Oké. Okay. Van kalapács? Kalapács, minden van, mindenféle szerszámunk. Jó, mert akkor a végén rituálisan összetörjük azt a nyomtatót, jó? Ráugrálhatok, összetörrejthetitek, minden mérgeteket kiadhatjátok, jó? Rendben, mindent megteszünk. Na, hát a másodikat szerintem nem fogod tudni. De rendes vagy. Hát most ez szerintem, vannak ott körülötted? Te illúzió romboló vagy, Balázs, hát próbálunk mindent. Tudom, hányan vagytok? Hányan vagyunk? 2, 4, 6, 8. Hát, hát nem tudunk tudod a rendelésről azért kollégákat annyira kicsihelni. Még most jönnek ketten, úgyhogy már 10 vagyunk. Uh-huh. Jó, hát ha valaki tudja. Jó? Na figyelj, jó, okay. Mehetünk? Igen. Dedikált egéralátétért és sok-sok nyomtatóért, így szól a második kérdés. Igen. Hány Alien filmben alakította Sigourney Weaver Ellen Ripley hadnagyot? Na. Nem kapkodunk, azért ez gondolkodunk. Nem egy egyszerű kérdés, már abból a szempontból, hogy... Hát ez nagyon kell tudni ugye az Alien filmeket. Volt több Alien film is, amiben ő már nem játszott? Hány Alien film? Nem volt, tehát csak így, aha. Ezért sem olyan bonyi. Egy kis segítséget kérhetnék? Most kaptad meg a segítség előtt. Ott volt, állj meg! Ott volt a segítség, állj meg! Hát 1-10 valahol van. 5. Na megvár mindenség neki. Pont most adták a harmadik részt, amit igen. Az én egyik kedvenc rendezőm csinált, a David Fincher. 4. A negyedik már nem volt igazából túl jó, ha ez téged vigasztal. Szerintem már, nem. Ott a harmadikban meghalt, tök jó vége, mert csak ott már klónozzák, meg ott már intelligensek a lények, meg úsznak, meg az már kicsit szerintem túlzás. Hát, sajnálom. De a 1-2-3 az zseniális. Figyú, ilyenkor, tehát hogy csak félve kérdezem, nincs ott egy net? Internet? Tehát egy gépen be lehetne hát, jutni? Van, de hát hagyatkoztunk arra, hogy valamit csak tudunk. Figyeljetek, én azért elég sok kérdést olvastam már, meg tudom is nagyjából, hogy mikor kell megállni, meg nem. Én mindig azért próbálok segíteni, hogy álljon meg az ember. Tudom, hogy ez kinek menne ez a kérdés, így hangra azt gondolom, hogy nem nézed meg minden este háromszor az Alien filmeket. Igen. De nincs ezzel baj, mert az egyszem kis rosszul működő, egyébként nagyon hányatott sorsú kis nyomtatót nyugodtan összetörhetitek hamarosan, mert hogy az első azért megvan.
Ja, nem, nincs bukta? Nincs, ez egy ilyen nagyon pozitív játék de ezen jó. A héten. Szerintem én mondjuk oda is adnám. Na, hát adjuk. Persze. Jó. Szóval azért az a bizonyos nyomtató azért az megvan. Jó, nagyszerű akkor. Csak nem lesz több nyomtató? Aha, hát... Mit csináljunk, most már így jártunk. Na, de minden esetre hát örülni kell ennek az egynek is, ennyiben rendhagyom lesz ezen a héten a hármas ugrás. Hát, hogy ne örülnénk, úgyhogy. Nagyon szépen köszönjük a segítségeteket. Jó, de nem vagy elkeseredve. Egy napot. Hello, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Na. Hát jól van, gyerekek. Szóltál is, hogy ne menjen tovább. Éreztem, hogy ez más típusú hallgatóra meg lehet, Editnek, nem, de gyerekek, a nyomtató megvan, úgyhogy nincs ezzel baj. Jó, hármasugrás, kukac.klasszfm.hu, ez az e-mail cím. És ide lehet küldeni e-maileket nekünk. Aj, el akarok mesélni egy történetet, mert szerintem egyébként jó témát lehet belőle csinálni a következő órára, és... biztos, hogy mindenkinek van olyan ember a munkahelyén, ha valaki kollektívában dolgozik, ahol vannak betanuló munkaerő. Aha. Aki betanul, akinek az első napja, aki gyakornokként van ott, aki úgy dolgozik, hogy most még betanulós, ugye? Hát ez van az élelmiszeriparban rengeteg helyen, éttermekben, pincéreknél, egészségügyben, mindenhol. Gyakornok még itt is lehet. Gyakornok, igen, de inkább betanul, hogy milyen hibákat tudnak elkövetni, kinek milyen gyakornok van most a nyakában, mit csinál, mint, nem is azt mondom, hogy első nap a munkahelyen, mint betanulós. Szakszervizbe jártam a múlt héten, nem az enyém, nem most, nem. Aha. Tényleg? Az enyémet vitted. A Feri Alfa. Nem, tényleg nem az a szakszerviz volt. Szakszervizbe jártam, és egy döbbenetes beszélgetés hallgattam végig. Áll mellettem egy kis kertészgatyás kékszerű, egy fiatal srác, és nagyon büszkén ben voltam a pakolótérben, mármint ahol csinálják az autókat, és beszélgettem valakivel. Oda szalad a srác a fő szervizvezetőhöz, és látom rajta, hogy nagyon büszke. Mondom, valami nagyon. És mondja, jól dolgoztam. Hát az összes csavar, ami le volt csavarozva, az összes csavar eltűnt, az összes csavart visszatettem a helyére. Tudod, és elmesélte ezt így büszkén. Emberünk így oda megy az akna mellé, odahívja, nem tudom, hogy hívták az élet, és azt mondja, hogy gyere ide, akkor mutatok valamit. Jól dolgoztam, az összes csavar nem van, viszont a lökhárító még itt van. És így álltam elképzelni, hogy jó Isten, egy szakszervizű megtörténhet. Jött oda, hogy megvan. Hát, ha minden csavarban van de a helyén, akkor nagy baj nem lehet. Egyrészt arra gondoltam, de nem örül, mennyire örülök, hogy nem az én autómmal történik ez. Kettő, hogy oda elvitte oldalra, és ott van neki támasztva egy a falnak, akkor konkrétan valami hűtőszekrény, vagy valami mellé, egy lökhárító. És mondta, hogy az jó dolgoztál, de a lökhárító még nem volt. De föltette az összes csavart, úgyhogy... Gyönyörű szépen visszatolt az összes csavart. Betanulós volt. Amit rögzíteni kellett a csavarokkal, azt felejtette el. Hát valahol neki is el kellett kezdeni. Kézzel, egyébként nagyon ügyesen csinálják, mert ebben a szakszervizőn úgy csinálják, hogy aki betanul, tehát aki kezdő, nem tudom, hogy hívják, ez szervizes, annak más a kezes lábasának a színe. És neked is kevesebbet kell érte fizetni, ha őre kérdez a kocsit? Azt szerintem nem mondják meg, neked eleve nem nagyon. Nem, azt akartam mondani, hogy Balázs, hogy ügyesen csinálják, mert egyébként más a nadrágnak a színe. Tehát onnan tudod, hogy vigyázni kell rá, még oda kell rá figyelni. Nekik mi zöld, mert még éretlenek? Nem akarom mondani ezt. Nem akarok már egyet. Akkor már beazonosítod. Akkor már be lehet azonosítani, hogy biztos nagyon sok olyan hallgatónk van, akinek éppen a nyakában ül egy betanulós, vagy egy kezdő. És ez rengeteg szakmában azért sok bonyodalmat okozhat. Én utána ezt nem mondtam el a tulajdonosnak, hogy mindjárt kész a kocsit, ne aggódj. Mi az összes csavarban van, ne törődj vele, csak még lem van a lökhárítód, ezzel nem foglalkozom. És mit még ki a srác? Én nem, ugye? Ezt már nem vártam meg, mert utána ebből ott azért egy elég nagy veszekedés, meg csúnya káromkodás lett. Ugye hát ezt akkor egy segítő embernek vissza kell bontani, meg kell nézni, hogy volt egy olajcsere, hova tette, hogy motorblokkot lebontotta, mi történt. Megvan az... Kész vagyok, főnök, Sanyi bácsi, megvan. Minden jó. Megvan, gratulálok, igen, csak a lökhárító még a falnak van támasztva, és nem ebbe az autóba, hanem abba ott. Igen, és a fék munkahengert se úgy kellett volna betenni. Igen. Szóval, hogy hát igen, egy gyönyörű történet, nagyon nevettem rajtam. És írjanak nekünk olyanok, én ezen gondolkoztam, akik tényleg most vagy ebben a helyzetben vannak, és kicsit tanástalanul állnak, egy konyhán dolgoznak, cukrászüzemben dolgoznak, mert betanulósak, vagy azok, akik betanítanak, mert nem mindig egyszerű. Például egy cukrászüzemben, vagy étteremben, hát azért ott egy betanulós pincér például, nem? Vagy a kasszás, vagy bárki, kemény. Hát azért az olyan kemény dolgokat tudnak mit csinálni. Mit hol talál, azt se tudja szegény, és ugye első bejössz próbanapra például, akkor azt mondják, hogy tessék, kezd a melót, délre, mit tél, akkor 11-re gyere, van egy órád, nézd át, itt ezt így csináljuk, ezt úgy, az ott van, az amott. És kimegy, rendelés, úristen, nyilván visszakérdeznek, hogy akkor ebben az ételben mi van, pillanat betanulok, megkérdezem, bemegy,
megkérdezi, ki jön, mire ki jön, elfelejti. De te... mennyit? Nem, és már kopognak lentről. Igen, igen, az gyönyörű, gyönyörű szép. Na jó, van, várjuk az SMS-eket, jó, ebben a témában. Elsősorban azok írjanak, akik látják, hogy ott a közvetlen környezetükben valaki rettenetesen komolyan bénázik. 3 perc pontosan 9 óra, jönnek a legfrissebb hírek, mi pedig itt vagyunk a hírek után. 9 óra múlt 11 perccel pontosan, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hétfő reggel van, indul a hét, néhány helyen már esik az eső, hűl a hőmérséklet, itt Budapest felett még süt a nap, jó idő van. Hát nem, sütött, igen, uh-huh. Néhány perccel ezelőttig még sütött a nap. Hidegfrontot mondanak olyannyira, hogy szerdán már hóesést lehet a hegyekben, ezt most még kicsit a tegnap után így nehéz elhinni. Erős kontraszt, de minden esetre tényleg utána olvastam, ez a hószálingozás, hóesés. Nem hangzik túl jól. Hát nem, nem. Még akkor sem, hogyha ezek a hegyek Nepálban vannak. Igen, igen. De tényleg mondták egyébként. 4-es számú főút 93-as kilométerén Budapest felé baleset, torlódás, aki tud, kerüljön, ezt Tíkó küldte nekünk. M3-as Budapest felé trafi a 204-es kilométernél. Ezt Rob üzente, aztán áll a pesti alsórakpart a Boráros tér felé, üzeni piros, valamint az M1-esen a Tatabányai Kagylós kútnál a telepített trafi szorgalmasan villog Budapest felé tartókra, Csikánó üzente ezt nekünk. Köszönjük szépen. Szentendrei úton egészen jól lehet haladni. Mi van? Kérdezi Edina. Semmi. Minden oké, Edi. Minden oké. Igen, nagy a csönd, a 10-es út körül nem jött SMS. Csinálják vajon, hogy van, dolgoznak a munkások, vagy csak egy sima sövényvágás volt, ki tudja. De az legalább kész van. Az legalább kész van, igen, jövőre megígérték. M3-as Nyíregyháza felé a 106-os kilométernél Molkút most álltak ki fotózni, ezt Rumcájz üzente nekünk, és hát tulajdonképpen nagyjából ennyi. Néztétek a Starman Star tegnap? Igen, és nagyon jó volt. Igen? Nagyon jó volt. Kifejezetten szórakoztató volt. Én a Hevesit imádtam. Van egy-két előadó, nagyon aki jó nagyon volt. Jó. Igen. Hát volt, aki egyszerűen brilliáns volt. Van egy-két kakuk tojás, nem gyenge, de hogy a legtöbben egészen jók, tényleg. Semmi mulatságos nem volt benne, viszont megdöbbentő volt Tóth Vera. Ahogy a Tóth Gabinak a bőrébe bújt, és előadta az egyik legnagyobb ságlágerét a Gabinak, hát egyszerűen hihetetlen volt. Tehát felfoghatatlan jó hangja van. Tetszett a keresztes Ildi is, tök jó volt. Mint Vicky Dál. Egyrészt ugye jó volt ez a maszk nagyon, másrészt meg dögösen énekel. Tehát azért a maszkok zseniálisak egyébként. Igen. Tényleg jó. Azért hetente egy beülni 3-4 órát, mire megcsinálnak, nem? Azért az kemény. De ez szórakoztató volt tényleg. Zsámbékot kérdezik, ugye erről beszéltünk korra reggel, de valaki esetleg nem tudta volna, hát Feri nagyon gyorsan, nagyon hamar. Nagyon szépen gyerekek, megalázó módon kikapott. Ami egyébként, hát tegyük hozzá, várható volt azért, hogy helyből elrúgott focilabda jóval gyorsabban gyorsul, mint egy nem tudom, másfél tonnás vagy két tonnás kis autó. Hiába van benne 350 ló azért. Igen, mindent igen. Megtettem. Oda mentél, a tisztes helytállás volt a cél, sikerült csúnyán. Csúnyán elvéreztél. Csúnyán sikerült. Igen. Úgyhogy ez volt Zsámbékon pénteken. Na, ugye arról beszélgetünk itt a hírek előtt, hogy amikor gyakornok, vagy elsőnapos, vagy kezdő, vagy betanuló kerül egy-egy munkahelyre, az mindig nehéz. Két embernek nehéz annak, aki betanítja, és annak, aki betanul, mert ugye ott áll egy ember frissen szerzett diplomával akár, vagy hát nulla gyakorlattal, és próbálja ellesni az adott szakma csínyát, bínyát, és hát ott vannak a nagy öregek, a profik, akik nyilván már kis újból kirázzák a dolgot, és hát jönnek a kezdők. És ezek milyen komplikációkat szülnek, ugye erről beszélgettünk, hogy elég sok ilyen volt. És már egyébként azt elég is sok ilyen van. Tehát profiként már egy kicsit azt is unhatott, hogy na, megint itt van egy ember, akit nekem kell megmondani, hogy kell csinálni. Nem, hogy az is benne van. Igen, de hogy nem? Persze. Viszont ez a betonási folyamat, ez addig szórakoztató, amíg nem tanítják ki teljesen, mert addig természetesen az összes megszokott már picit. Elküldték, hogy töltse fel a sóbor szórókat, illetve tegyen fogpiszkálót minden asztalra. Másfél óra elteltével úgy gondolták, felkeresik a kislányt, hogy mi a fenét csinál ilyen sokáig. Büszkén közölte, hogy majdnem elkészült, ugyanis a fogpiszkálókat egyesével kibontogatva helyezte. Jézus! helyezte a tartókba. Azért az nagyon szép. Feri vagyok, nemzetközibe tanítottam el 0 kilométerre a sofőrt, harmadszorra mentünk ugyanazon az útvonalon, Olaszországból Franciaország felé, mondtam neki, hogy lefekszem, alszom 4 órát, megbeszéltük az útvonalat egészen pontosan, 4 óra múlva kelek, kiülök jobb egybe, mekkora duma. Kiülök jobb egybe, óriási duma. Nézem a táblát, Róma 100 kilométer. Kis baki volt, elnézett egy lehajtott, több mint 500 kilométert mentünk pluszba, és elkéstünk. A srác fizetett 150 liter gázolajat, én fizettem a plusz autópályadíjat, azóta nem alszom, ha új ember vezet.
Írj egy hallgató. Pékáru szállítás Győrből Kaposvárra. Betanítottam egy srácot, következő nap, amikor egyedül ment, a 17 boltból az elsőt lerakta, bezárta a furgont, a kulcsot a kerék fölé rakta, írt egy SMS-t a főnöknek, és fölült a győri vonatra. Hogy mire gondol? Hogy letette az árut, és meg vissza? Igen. Vagy hogy így kellett tenni az árut, hogy tedd le az árut. És ő letette az egészet kocsistól, árustól, és fölült a győrbe tartó vonatra. Így ez történt. Ő letette az árut. Becsukta az autót, odarakta a kulcsot, írt egy cettit, munka teljesítve, és visszavonatta. Igen. Cukrász, gyakorlat oktató vagyok. Előfordul itt minden, keresik az epermagozót. Igen. Előfordul minden, ugye? Elindulnak a haszonkulcsért a boltba. De jó Isten. Visszajött a lift kulcssal. Leküldtem a zöldség előkészítőbe, lement a sarki zöldségesbe. Hogy mennyire tudatlanok a gyakornokok. De jó Isten. Jó, ennek a felszívatás. Szívatás, nyilván az epermagozót nyilván nehéz megtalálni. Dolgoztam autószerelő műhelyben, sajnos teljesen természetes, hogy autót nagyon megbontanak, akkor marad egy marék csavar, aminek nincs helye. De ezek általában burkolati elemek csavarjai. Tehát akkor, akkor maradnia kell csavarnak, ha megbontanak egy autót. Azt gondolnád, hogy azért úgy minden visszamegy a helyére, nem? Úgy érzem, valaki védekezik. Autószerelő gyakornok voltam Fehérváron. Minden összerakott autóm után maradt csavar a zsebem. Ami évről évre csökken. Írja egy hallgató. De egyébként ez egy tök jó visszajelzés arra, hogy... Nyilván a gyárban plusz csavarokat építenek be egy kocsiba, ami nem is kell. Igen, szakszervizes történetek jönnek még betanulókra. Szervizben legendák éltek egy tanulóról. Szentúl meg volt győződve, hogy a kéthengeres motor két ütemű, a négyhengeres meg négy ütemű. Csak akkor mi a helyzet a hathengeresekkel, kérdezi egy hallgató. Autókozmetika első nap, Audi S8 komplett belső csere. Emberünk kiszerelte a belsejét, majd elindította az autót, hogy arrébb áll. Az összes légzsák kinyílt. 3,5 milliós kárt csinált, ez volt az utolsó napja. De miért nyílt ki a... Kiszereled a belsejét, akkor... Hát gondolom, valamilyen érzékelő, persze elment. Vagy tehát, hogy abban a pillanatban nem érzékelt valamit, és nyitotta a légzsákokat, igen. De az összes légzsák az S8-ba kinyílik, az van egy pár darab. Hát három és fél, ha hagyjad, nem érdekes. És erre azt sem tudod mondani, hogy hagyjad, majd ledolgozod. Ez nem. Mert hogy a kaszni és az ülések nem így mozogtak, vagy miért van ez? Nem tudom. Gondolom, elektronika. Tehát, hogy kiveszed az ülést, akkor ott megszakítasz valami elektronikát, ráindítasz, és ugye mivel megszakadt az elektronika, az automatikusan nyitja a légzsákot. Tehát van valami, gondolom, ami megszakadt. És érezte a gyújtást, és abban például ezt nem értem, hogy működik, de hát gondolom, valami ilyen lehetett. Fagyizóban nyári diákmunkás bejött, hogy nálunk dolgozna, és valahogy a pénztárgépbe, az online pénztárgépbe bervarázsolt egy 10 milliós tételt. Azt. 2 óra múlva kim volt a NAV. Ez nálunk is. Gondolták, fogy a csoki fagyi. Ez igen. Nálunk is volt. Ja, jó. Ott az egyik vendég úgy éreztem, hogy egy külön pulton van a pénztárgép, hogy ő így egy kicsit szórakozik vele. Azt hiszem, nem 18 M van benne. Meg is érkeztek hát a kollégák. Hát jelentett, hogy nem mi voltunk. És akkor erre mit mond? Nyilván nem. Látom, nagyon kurrens a zsemle gombó. Viszik mi? Rákóczi úr. Igen. A rendőrségen dolgoztam, az új kollégát elküldtük a konspirációért. Még ma is keresik. Nagyon jó. Konspiráció. Elküldtük a konspirációért, igen. Aztán várni, nagyon jó SMS-ek vannak még. Autószerelőműhely megvan, igen. Húsleves. Gyakornok. Hús nélkül rakta fel, csak a zöldség rotyogott a fazékban. Ő akkor már szakács tanuló volt. Nem iskolába jössz szakács tanulónak? Hát akkor már te sulit végzel mellette. Nem? De ő valószínűleg már... Már elvégezt és ment gyakorlatra, gondolom. Igen. Folyami szállodahajón dolgozom jelen pillanatban. Kaptam egy Fülöp-szigeteki kezdő kollégát. Én németül beszélek, ő pedig csak angolul. Jól el vagyunk. Hajrá! Gábor küldte nekünk. Nálunk egyszer egy betanuló átfaxolt 50 darab levelet egyik szobából a másikba. Bankban dolgozom. Gyerekek, hát lelkesedés legyen, az a lényeg. Tegnap konstatáltam, hogy a szervizben rosszul, életveszélyesen kötötték be a fékköröket. Anyukám kocsiján magukat szerelőnek tituláló egyének pénzért. Inkább biztosan mentem és megcsináltam magam. Tényleg a szakszervizbe, hát ott azért azt sokszor látok én is azért úgy. Mint az előbbi sztoriban, de ezt tudod meg azt, hogy nem áll mellette senki, mert simán visszarakta a csavarokat, úgyhogy a lökhárítóz kívül maradt, már hogy a falnál. Igen, de az sem biztos, hogy mester, csak lehet, hogy nem volt másik színű tiszta kezes lábas.
De az egyébként nekem nagyon szimpatikus, hogy, hogy megkülönböztetik a gyakornokot. Mert már alapból oda sem ész hozzá. Tehát azért, ha mégis a kívülről nézed, azért azt tud, hogy, hogy melyik a gyakornok, ki nyúl az autóthoz, meg ki az, aki már profi. Tehát ez nagyon jó ötlet. Azt nem lehet, hogy például gyakornokkal nem csináltasz meg minden feladatot, hanem tényleg olyat csináltasz el, amit ő meg tud csinálni? Amihez hát, gondolom, egy idő amihez... után már mindent meg kell csinálnod. Így van. Tehát, hogyha te már ott vagy a szakszervizben, mint dolgozó, oké, hogy már ezt te tanultad, és frissen tanultad, de hát ha már ott vagy, akkor ezt már csinálni kell, igen. Mesélt egy hallgatónk Annának, hogy a Hungarokamionnál elküldték a szerelőtanoncokat a raktárba, hogy hozd ide, fiam, az indexbúra törő kalapács visszahúzó rúgóját. Jézus. És hogy órákig keresték. Hát, nyilván. Mennyire primitív. Hát folyik. Igen, az öregeknek is kellett valamilyen szórakozni. Igen. A légzsákos sztori állítólag kamu, mert hogy nem indul el az Audi elektronikája. Audi elektronikákat javítok, aha, csak tudom. Az így nem indulhat el. Aha. Írja nekünk egy a hallgató. Jó, akkor majd kitalálunk valami másik megoldást. De mindig vannak egyébként ilyen mesterfogások, amiket el kell sajátítani ahhoz, hogy, működjön a meló. Nálunk például, amikor annak idején a tejgyárban például tejport adagoltunk hozzá a termékhez, akkor nagyon kellett vigyázni, hogy, szépen lassan menjen bele a tejpor, mert hogyha gyorsan toltad bele, akkor az az egész összeállt egy ilyen rohadt nagy, vastag, kőkemény tejpor hurkává. Amit utána tudtál elkeverni. És akkor gyakorlatilag szét kellett szedni az egész kis adagológaratot alatt, a csővezetéket, a csőrendszert, leállítani mindent, és akkor volt egy kis 30 perces szünet. És tök jó volt, amikor ezt ugyanúgy a következő momentumnál megint eljátszottad. Mert megint beleborítottam az egész tejport, és megint beleállt egy ilyen vastag, jó. És akkor aznap este vagy másnap azt úgy ették meg? Nem, az ment a kukába, és akkor természetesen az utána jövőnek kellett behozni azt a lemaradást, amit te összehoztál neki. Tehát ha akartál magadnak egy 30 perces szünetet, akkor csak zup. Akkor ennyi volt, és akkor a kollega örült annak, hogy plusz 10-15 000-20 000 literrel több kakaót kellett lefőzni aznap. És azt kidobtátok, amiből ez belemenne? Nem lehetett sehogy fogolni? Nem, ott csak a tejpor volt az, ami ment a kukába. Aha. Az a hurka. Aha. De fel lehetett szeleten, és be lehetett rakni egy péksütemény. Hallogatni. Igen, pékségben a tanulót elküldtem egy vödör gőzért és lisztvágókésért. Sokáig keresztelően reggelni küldte nekünk. Azért a tanulókkal mennyi személyiség történik. Nem erőleves, sok-sok felkiáltó jellel. Szűrje le! Fogta a szűrőt a mosogató felett, a többit szerintem sejt. Gyönyörű. Hát jó, ahhoz már kell a rutin, hogy alá tegyél egy másik alatt, vagy eddig, nem? És az a pánik abban a pillanatban, amikor tudod, így kapkod mindenhez, és akkor így, jó, de hogy lehet ezt visszacsinálni, hogy lehet megmenni? Sehogy. Sehogy. Igen. Igen, ezt a kullancsosat, ezt megkaptuk már, amikor az állatorvosokkal foglalkoztunk. Ez lehet, hogy újra ugyanaz a hallgatónk írja, hogy állatorvosnál voltam. Gyakorlóasszisztens mellém került, kullancsot talált a kutyában, csipesz elő, tépi ezerrel, a kutya sír, vonyít. Én szóltam rá, hogy ne tépje tovább, az az egyik mellbimbója. Igen. Ezt már ugye megkaptuk egyszer, amikor másik a violin kulcskészletet nem találta. Azért mondta, milyen rohadékok a szakik, nem? Ki a csajokkal, igen. Milyen szemét ez? Amikor így bemész elsőként, és a román szivatnak, ez könnyörtelen. Könnyörtelen, igen. Asztalos műhelybe melózom, leküldtem a srácokat a boltunkba. Klitoris diffundátorért. Elindultak egyébként, igen. Na jó, van, köszönjük szépen az SMS-eket, 4 perc múlva pontosan 9:30, friss közlekedési híreket várunk, illetve volt egy komoly késésünk MÁV vonalon, méghozzá Bicskei vonalon, és néhányan valószínű még a megállóban áldogálnak, többen kérdezik, hogy mi a helyzet, ha tudunk segíteni, akkor mondjuk. Ha valaki elküldi, hogy azon a vonalon jár-e a vonat, akkor azt bemondjuk, és megnézzük mi is a MÁV honlapját, ahol lehet látni. Látsz valamit? Próbálkozom, egy piros pont van, az a... Azt mondja, a Münchenből Budapestre érkező vonat, azon több mint egy 62 perc. A többit behozták? A többit behozták. Más piros nincs, sárgák még vannak, Lajos Mizse Budapest 34 perc. Na jó, hát ezt megsérezzük. Ezek már... Az egészen jó. Jó, ha van információ, akkor küldjetek. Jó, 3 perc, ma 9:30 jövünk mindjárt. Egy jó kis David Guetta. Ja, hogy hiányzott már mi? Az bizony. Sammal együtt. Sammal. Sammartin. Sammal együtt, Sammartin. Igen. 9:30 múlt pontosan 3 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Van hír a Bicskei vonalról. Ugye ott mondtuk korra reggel, hogy kigyulladt egy vonat. Méghozzá talán egy mozdony, és egyelőre van egy kis késés, de hogy többet nem mondanak, ezt Gyuri küldte el nekünk, ugyanaz a Gyuri, aki reggel írt, hogy éppen lángol a mozdony. De Kolszi azt már azóta eloltották. Hát elméletileg azért az most már 4 óra.
Ez mindenféleképpen, mindenféleképpen biztató, igen. Lassú haladás a budai és a pesti alsó rakparton. A Szentendrei útról egy kicsit a szokásosnál nehezebb feljutni az Árpád hídra, írta nekünk Gabi. Aztán hatos főút Szigetváron Fehér Sáros Lada nívából mérnek. Még van nekik ilyenjük. Még van, jó kis, de jó, jó kis Lada níva, így van. És van egy trafing az M6-oson, a 41-es kilométernél Pécs irányába. Fotóznak, és az M-ből szó... Na. Anna, megvágtam? Meg. Ő egy olyan lány. Jó, jó kezű lány, készen van? Bizonyám. Nézd meg, hogy fél... Jaj, a nyaller! Nézd meg, fölállt, hogy róla van szó. Föláll, és megmutatja magát, hogy ő az. Igen. Nem csak ilyenkor még nem szokott készíteni, ezért kérdeztem, de megvan, gyors volt Anna. Nem csak pozitív emlékeket akar bennünk hagyni. Arra a 6 hétre, amíg nem leszünk. Pali, Jani! Emlékeztek, volt az a lány, az a szőke. Tudjátok, aki mindig olyan idegebeteg volt, amikor ellopták valamiért a metrom. Ja, emlékeztek, hogy megvágta azt az anyagot is, nem? Ó, de jó volt. Tényleg, mi van, megvan a bérlete? Visszatek? Nem volt becsületes megtalálva, aki jelentkezett? Nem, megyek a 2 hetes bérletemmel, várom az október 1-jét, és akkor kapom az újat a cégtől. Ennyi. Ez van. Te egyébként egy jó egyedül leszel itt, tényleg. Tudod, hogy most komolyan azt mondjátok, hogy ez olyan vicces. Egyáltalán nem vicces. Itt leszek egyedül. Gondold, de Zsűl se lesz senki. Nem, Zsűl is jön belőle, amit egy vígusunk, nem egy nagy beszélőgép. Igen. Azért, hát, hogyha hát azért amennyit a Zsűllel társadaltuk az elmúlt években. Hát igen. Pont annyit fogsz ez alatt. Így, Zsűl nem az a szószát jelenti, de hogy rohadt egyedül lesz. Rohadt egyedül leszek. Miki sincs, Laci se lesz, senki. Senki nem lesz. Majd belősz időnként a foteljénkbe, simogatod egy kicsit a karfákat, dörzsölgeted a kis popoddal. Nem? Oda bújsz. Igen, ez pont ez lesz. Így lesz, így be fogok pókosodni. De nem, majd megismerem legalább azokat a kollégákat, akikkel nem szoktam dolgozni. Akikhez nem szólsz, mióta velünk dolgozol. Ez jó, egy kicsit megpróbálsz. Aki kiközösítettek. Igen, hát most is ha nincs elójók. Na, sziasztok, hello, Ponyicki, Anna vagyok. És mire visszajönk, teljes új barátaid lesznek, igen. Na jó, de most, hogy ezt elmondtad, már nem lesznek ők sem. Igen. Mutatjuk, hogy miről beszélgettünk ma. Ugye korra reggel beszéltünk arról a magyar fiúról, aki hát meglehetősen megszállott módon másfél hetet üldögélt egy londoni bolt előtt, hogy megszerezze az almás telefonját. Mint kiderült egyébként a cikkekből, ugye azért tette mindezt, mert hogy hát profitra szeretett volna szert tenni. Ugye dupláron tudta eladni, 10 napot várakozott egy bolt előtt, hogy keressen 100 000 forintot. Arról beszélgettünk, hogy mi mire vágytunk gyermekkorunkban, illetve a mai fiatalok, a mostani gyerekek mi az, amit nagyon-nagyon szeretnének. Hát nagy a kontraszt köztünk és a jelenlegi gyerekek között. Erről beszélgettünk, valamint találtunk egy hallgatót, aki volt már maláriás, gondoltuk felhívjuk, miért ne legyen hétfőn egy kicsit jobb kedvünk. És túlélte. És túlélte, bevezetett minket a malária rejtelmeibe, sokkal okosabbak lettünk. Egyébként ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. 3-4-10 múlt pontosan 3 percet. Csabi, jó reggelt, hello! Jó reggelt, szevasztok! Na mi újság? Hallottam, hogy beszéltetek erről az afrikai útról, csak ugye itt reggel kiszállok az autóba, beszállok az autóba, éppen hallom, nem hallom. És a lényegről maradtam le, bár nem is tudom, hogy említettétek-e, hogy megyünk-e? Hogy viszünk-e? Csak hogy ott mennyi az időeltolódás? Tehát mikor kell? Nem kell most nektek korán kelni? Nincs. Vagy kell? Hát ugyanúgy kell korán kelnünk, mert ugye lesz onnan a rádióadás, de nincsen időeltolódás. Majd amikor ti órát állítotok, aha, akkor mi nem állítunk, ja, és akkor lesz 1 óra diffi. De amíg ti nem állítotok itt, október tehát nem az van, hogy délután adjátok, vagy ne, nektek délután van az, ami nem. Hát ha megnézed a térképet, akkor igazából ugye nagyjából alattunk van. Igen. Tehát ugye az mindegy, hogy milyen messze van, az a lényeg, hogy mennyire van most, én nagyon egyszerűen mondom, balra vagy jobbra. Igen. Tehát akkor van idő eltolódás, hogyha jobbra vagy balra. Igen, ha jobbra mész előre, igen, balra mész vissza. Tehát csak simán délnek elindulsz és körbejárod a földet, akkor nincs. Akkor igazából nagyon kevés vagy minimális, ugye hát egy vonalban vagyunk, tehát nem lesz. És ők nagyon nem is állítanak órát, mert nem szeretik. Viszont itt ugye van egy óra átállítás, visszaállítjuk majd az órát október végén, akkor mi maradunk az alapidőnél, ami azt jelenti, hogy ha itt 6-kor kezdődik a műsor, majd számoljunk, akkor várjál, ha visszaállítjátok 6-ra, akkor mi ugyanott maradunk. Nem, akkor mi pont 7-kor kezdjük, nem? Igen. Tehát úgy van előrébb. A mi 1 óránk, ja már ez csak a tiétek, én akkor már itthon leszek szerintem. Akkor te már itthon vagy. Igen. Az biztos, hogy te 6-kor kezded, mi 7-kor, és ugyanakkor kezdjük. De nem, hát igazítjátok a saját felkeréseteket ahhoz, hogy itthon mennyi idő van valószínűleg, nem? Ami azt jelenti, hogy 1 órával később kell majd kelnünk, viszont 11-ig rádiózunk ottani idő szerint. Igen. Bizony. De abban az 1 órában sem fogjuk egyébként majd az időnket beszélni kívülre, de természetesen mi szeretjük a kalandot, szeretjük a változatosságokat. Elmondták, hogy sötétedés után sehova.
Na most viszont fél hatkor sötét van. Aha, ami minket azért nem zavar, mert még bőven kint leszünk a dzsungelbe, de hogy fél hat után, ha kiteszed a lábad az utcára, de nem, szerencsére nem vagyunk feltűnőek. Nem annyira feltűnőek. Szeretik. Abszolút nem. Tehát semmi meglepő nincsen bennünk ott. De azért az elmúlt műsor tanulságát levonva nem adsz útlevelet a Balázs kezébe. A reptére jobban nekem adja, utána ott ne adja nekem, mert ott viszont már nem bánok vele túl jól. Igen, kivisszük a pákot tolmácsnak. Aha. Az lehet, hogy majd amikor már nem vagyok kint. Hogy van velünk egy fekete, csak egy kicsit kedvesebben bánnak velünk, aha, nem? Hát, majd előre tőle, Pákó megszólalt. Előre tőle, Pákó magyarázt ki. Kik vagyunk, igen, mondd el. Próbálj meg erre magyarázatot adni. Hat után ott nem nagyon jó kimenni. Nem így is csinálná hat után az utcán, nem? Hát szépen tessék visszahúzódni a szállodába. És jó, de nektek a tévéműsor miatt nem kell mozogni valami. Dehogy nem, megyünk ki esténként majd a dzsungelbe. Hát este van az adás, ugye? De füstöveg vesz az autónak az ablaka, és akkor azon keresztül úgy tűnik, mintha mi is helyiek lennénk. De én vezetek, majd jobb oldali vezetés van, lesz saját autó, és még mindig szólok ennek, hogy gyere, ezért nyomd le. Az, zárjuk be magunkat. Én meg majd úgy fogom álcázni magunkat, hogy hátra felmászok a kalaptartól, és bólogatok. Nyugi, beköplek, hogy élsz. Meg ne higgyetek neki. Igen. Jaj, hát szép lesz. Igen, szép lesz. Na jó van. Hát én bízom elő, hogy kint is ennyire vidám lesz azért ez a történet. Mint legalábbis előre vidámnak indul. Igen. Így van. Mind minden. Aztán majd meglátjuk, hogy alakul. Na. Igen? Morning show! Hello, Balázs, jó reggelt! Szia, jó reggelt! Hello, írtál nekünk SMS-t? Így van, írtam. Nem írtad alá, viszont hogy hívnak? Jóci vagyok. Jóci, hello Jóci, nem mondtad, hogy morning show. Júj, bocsánat, morning show. Bizony, igen. Nincs ezzel baj, csak picit késő, tudod, a szabály úgy, hogyha mondod, akkor téged az ajándékcsomag. Így is te vagy a naphallgatója, csak nem tudunk ajándékcsomagot adni. Viszont van egy kis kiegészítő ajándék, aminek szerintem örülni fogsz. Hoppá. De nagyon fogsz neki örülni. Hoppá. Bizonyám, azt nem mondjuk el. Hallgass meg a reklámblokkot, ha gyorsan be tudsz kapcsolni egy rádiót, vagy rádió közelben vagy, mert itt nagyon szép kis ajándékod van ám. Megpróbálom. Egy pillanat, mert éppen dolgozok, bocsánat, nem voltam rákészülve. Azt elmondhatjuk, hogy micsoda, csak a márkát nem. Egy gyönyörű telefont kapsz. Igen? És egész héten a hallgatóink, akik naphallgatói lesznek, azok egy gyönyörű szép telefont kapnak, így van. Besírsz, nagyon jó. De nem hallja a reklámot, akkor is megkapja. Ha nem hallja a reklámot, akkor is megkapja, igen. Azt írtad nekünk, hogy egy autószerelő gyakornok voltam Fehérváron, minden összerakott autóm után maradt csavar a zsebemben, ami évről évre csökkent. Utolsó évemben sikerült nullába kijönnöm, erre az oktatóm azt mondta, egy igazi szerelő mindig spórol csavar, szégyeld magad. így van. Ez egy igaz történet? Ez tényleg így volt? Persze, igen, ez így volt. És sose gondolkoztál azon, hogy az autó kész, mindent visszatettél a helyére, honnan van az a néhány csavar, ami megmaradt? Hát volt, hogy elsúnyíztuk. De nem, hát igazából amikor minden tökéletesen fenn volt, a lökhárítótól elkezdve a lámpákig, akkor az ember hiába gondolkodik, nem tudtunk rájönni, hogy igazából hova lehet az a csavar. Aha. Úgyhogy ilyenkor jött a sunyítás, mélyen eldugtuk a zsebbe, polcon, fiókba. Szép, igen. Jocikám, te vagy a naphallgatója, jó? Küldünk neked nagyon akkor ajándékcsomagot, nem viszont egy szép telefont, hallgass meg, hogy milyen típus, jó? Nagyon szuper. Köszi a játékot. Köszönöm szépen. Még ha nem is játszottam. Ciao, hello. Szép volt, Bali. Csavikám, milyen zenéid vannak? Csak most mindjárt mondom, csak még erről egy kérdés eszembe jutott, amikor ott vagytok ki. Én szeretem, hogy ennyit kérdezel. Nem, ez jó? Vannak azok a kínos pillanatok a híradóban, amikor valaki valahol bejelentkezik, és a műsorvezető vagy a híradó vezetője felteszi a kérdést, és eltelik 3 másodperc, bólogatott az, aki majd bejelentkezik, és utána kezdi el mondani. És hát tudom, hogy azért onnan messziről 2-3 másodpercbe beletelik még a hangotok idejét. Tehát lesz-e például arra lehetőség, hogy... Érted, nekünk... és ugyanúgy visszafele is, mire innen eljut a hang hozzátok. Tehát, hogy lesz-e arra lehetőség, hogy telefonon beszélgessetek azokkal, akik itthon vannak. Csabi, biztos, hogy lesz ilyen összekapcsolás valamelyik a műsor a csatornán, és megígérjük neked, hogy annak ellenére, hogy ezt azért már át tudják hidalni, ezt a technikai problémát szerintem, csinálunk egy ilyet Balázsral neked. De tényleg,
Jó, de most nem is a tévéműsorról beszélek, hanem most... hogy a reggeli rádió műsorban lesz-e az, hogy betelefonál valaki, vagy ti onnan felhívtok valakit, mert azért tényleg van egy ilyen pár másodperc. Reményeink szerint nem. Tudod ki a mi műszaki igazgató? Ja, tudod ki? Gyula. Mr. Ezüst Kollói? Akkor viszont én kérek elnézést a kérdésre, sőt már az is elnézést kérek, hogy eszembe jutott a kérdés. Hallom. Aki most még nagyon mosolyog, ha kint is ugyanígy mosolyog, akkor nincs baj. Még... Ha ott ki nem mosolyog, ott már nagyobb baj van. Most rögtön elköszöntőt kimegyünk és megnézzük, hogy mosolyog-e. Ha mosolyog, akkor nem lesz gond. De lehet, hogy már egy sodrófával áll a hátam mögött. Hát igen. Viszont ha bejön majd ide a stúdióba és elveszi tőled az új fülhallgatót, akkor van gond. Bosszúval, hogy ilyeneket kérdezel. Ilyeneket kérdezel. A laptopom javításon, úristen szegény, milyen banális hibát követtem, hogy ilyen kérdést feltettem. Bizony. Remek zenét lesz. Hozok, most kivételesen nem a legújabbak közül hozok valamit, hanem egy olyat ajánlok nektek, amit tudom, hogy nagyon-nagyon szerettek. Frank Sinatra, New York, New York. Annál egy kicsit frissebb azért, de nem Szodom. Sokkal. De Heather Small hangja mindenkinek megvan, neve Heather Small, M-People énekesnője. Mekkora hangja van annak a nőnek. Nagy, és hozok egy M-People klasszikus. Szerintem az arra a Bali mosolyogva fog beülni az autóba és indul haza. Mosolyogni akkor fogok elindulni, de... Az autó. Mosolyogja már mindentől. Figyelj, ha lemegy az ablak, én már örülök. Főleg, ha megnyomta magamban. Igen. Szóval egy jó M-People? Ezt ajánlom most. Csak ez azért, ha más nem is indul be, legalább rádiót tud hallgatni, jó? Meghallgatjuk. Csabi, én a kívánságműsorral 555-55-00, ez a telefonszám, itt tudtak tőle dalt kérni, ha szeretnétek, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Sziasztok!